Negyedik rész. Levegő. Egy. Valóban nem történt semmi szerencsétlenség, míg megfürdött. Hosszan élvezettel áztatta magács, mikor elkészült, nem feküdt le, visszaöltözött újra. Sorra nézett minden helyiséget megint. A kamarába is betekintett, kinyitotta a hűtőszekrényt, tűnődve emelgette a lábas fedőket. Pesten, ha Iza sokáig elmaradt, sose tudott alvásra gondolni, míg meg nem jött, mintha valami rém leselkednék rá a nyüzsgő és biztonságos bérházban. Itt nem félt, pedig egy maga volt. Anta meg sem mondta, hova megy, Gica meg sosem mozdult ki sötétedés után, nem várhatta, hogy utána jön, megnézi, mit csinál. Kapitány az elhízott, derülő emlékezetű kapitány, aki felfelnézett rá, megfeszítve kövérnyakát, mintha valami ókútból próbálná nagy erővel visszahúzni az emlékeit, igazán nem jelentett védelmet. És mégis azt érezte, biztonságban van. Talán a falak tették, vagy az állóra, amelyet Iza szintén itt hagyott, és amely az egyetlen tárgy volt, amiről igazán tudni lehetett, hogy költözködéskor itt marad, mert Iza nem szerette. Gyerekkorában is írtozott tőle, ingerülten felsírt, ha hallotta a hangját, mutogatott rá, sőt, ha zenget, elbújt előle. Sokat csodálkozott rajta vincével, nem volt jellemző egy gyerekre, hogy féljen az órától. Endrus vagy akárki más kislány-kisfiú tapsolt neki, izan nem. A ketyegés, amely mindenki másnak azt mondta volna, telik az élet. Az öregasszonynak azt hirdette, megállt. Hónapok múltával végre reálissá vált körötte a világ, s a bőrödző, folyton besüppedő talaj megkeményedett a lába alatt. Az öregasszony gondolkozott. Nagyon régen nem gondolkozott már, legfeljebb emlékezett. A felismerés, hogy képes még vágyódni valamire, s hogy tud érezni mást is a szomorúságon kívül, megdöbbentette. Leereszkedett a hintaszékbe, ringatta magát. Az öregasszony az utolsó hetekben, ha beszélt egyáltalán valakivel, vincével társalgott most önmagával kezdett beszélni. Amit kimondott magában és magának, annyira nem fájt már, hogy maga is meglepődött. Felvette a kabátját, karjára fűzte a szatyort, mely a sült csirke és sütemény nélkül riasztóan súlytalan volt megint. Vitte a retiküljét is, nem mintha egy percig is komolyan vette volna, hogy személyazonossági igazolvány nélkül nem járhat az utcán csak mert így szokta meg Emma néninél. Az ember retikül jár. Felvette a kalapját, még meg is igazította a tükörben, és most először, mióta megérkezett, orrára illesztette a szemüvegét. Kapitány makogott, utána szögdelt, lehajolt hozzá még egyszer, karjára emelte. Alig bírta tartani, úgy meghízott, Gica sose tudott állattal bánni, agyonetette, megcsókolta a két füle között, kapitány megdöbbent, elrántotta a fejét, szuszogott, rebdesett a szeme. A lépcső tetején megállt. Valahogy nem számított rá, hogy köt fogadja, azt hitte süt a hold, maga se tudta miért, de most holdra vágyott, olyan hevesen, hogy csak hunyorgott csalódásában a barna fél homályban. A kert szinte mozgott az aláereszkedő gomolygásban, a templom közeli tornyából nem látszott semmi, csak valami kerekderengés. Istenem, beszégy ellen magam, mondta az öreg asszony a benne élő izának. Ha tudnád, hogy szégyellem magam, Izuka. Kulcsa könnyen megfordult a zárban, mintha nem teltek volna hónapok el, mióta utoljára használta. Az utca valószínűtlen volt. Kolman boltjából nem látszott semmi, akár egy parttalan folyó peremén haladt volna. Ember csak akkor látott, ha már neki is ment. Az utolsó pillanatban bomlott kiki fejé, kabátta, kalappá. Pardon, mondta az öregasszony minden alkalommal, bocsánatot kérek. Az aszfalt nedves volt, fekete, csak sejlettek a lámpaoszlopok. Nyolc óra se volt még, és a város forgalma szinte teljesen megállt. Az autók csak tapogatóztak a ködben, a villamos meg szünet nélkül csengett. Volt abban valami vad és diadalmas, hogy most nem vigyázott semmire, és nem is félt. Befordult a könyök utcára, elhaladt a templom óriási árnyék árnyéktömbje mellett, aztán átlépkedett a téren fényjelzések, csengetés és dudaszó zűrzavarában. Ment szeliden, nyugodtan, előtte és mögötte lassú járművek úsztak a ködön át. A járdán egy ideig megint biztonságban volt, aztán ismét nem. A moziban vége lett az előadásnak. Érezte a kiáromló tömeget, de csak sejtette, honnan önti az embereket az utcára a hunnia betonszája. Pesten sose sétált mostanában. Itt szomjasan itta a párás, barna levegőt, néha eltátotta a száját is, mintha fulladna, pedig régen érezte ilyen frissnek magát. Harapta a ködöt, mint gyerekkorában, amikor villogó fogsorával utána-utána kapott a hó pejheknek. Hol lehet vince? A temetőben a torsz síremlék alatt nincs, pedig megvan valahol. Érezte már a megye határában, hogy itt lenk körötte, fújta valami szél a nevetését. Itt kell lennie a köd mögött. A házban, Antal házában közel volt, de nem egészen, nem tudta elérni. Antal házában csak önmagát lelte meg a régi önmagát. Vincét nem. Mikor Iza nőtt, olykor kislányok játszottak nála, tűzvizet játszottak, s ha majdnem megvolt a tárgy, azt viháncolták Iza barátnői. Langyos! Otthon a házban csak langyos, nem hideg, mert a fogason ott lóg a megyfabot, és ott van kapitány, a telet váró rózsafák, a tulipán tulipánhagymák a cserepek mélyén, de van valahol melegebb is, és van valahol egészen meleg. De nem a temetőben, nem, nem is a házban. A hurok kanyarban, mint régen, bent állt az erdei villamos, felkapaszkodott rá. Csak nagy pénze volt, a kalauzlány sopánkodott, míg visszaadott belőle. Hosszan szeretettel nézett rá, hogy szülőföldjének elnyújtott kettős hangzóit meghallotta. Pesten másképp beszélnek. Szorította a retikűjét, nézett kifelé, és felmondta magának az utat és a megállókat, amelyekből semmit sem látott, csak valami árny és fény cserélődését az üveg mögött. Most a posta mellett zörögtek el. Ez volt a kálvinista templom, ez a régi megyeház, a városháza, a gimnázium, a kazinci szobor, ez a honvéd és a járványkórház. Itt van a fürdő. Ha látna, a malmot is láthatná innen, a gőzmalmot, amely mögött nyaranta mindig erős volt a virágillat, ha balzsamárok felől fújt a szél. A kalauzlány megint rászólt, mikor utána törtetett a leszállóknak. Majd nem indulnak már, miért nincs észnél? Szerette volna megmondani neki, hogy ide iparkodott ő kezdettől fogva, csak nem tudta azonnal, mert fáradt és öreg, és elszokott már a gondolkozástól. A villamos eltűnt, a leszállók elsiettek, valahonnan ugattak a kutyák. Itt már érződött, hogy közel van Vince, pedig nem a régi talaj felelt a talpának, a földes gyalogjáró eltűnt, betonozták az utat. Az italbolt üvegajtaja világos volt. Megpróbált benézni rajta, nem sokat látott, hátakat, vállakat, majdnem mindenki bőrkabátot viselt. Szegénykém, mondta Izának, aki benne élt. Milyen rossz leheted neked, milyen iszonyú. A balzsamároknak most nem volt illata. De az öreg öregasszony emlékei tudták, mit kellene éreznie, ha nyár volna. Sűrű, tömör, szappan szagot. Még nem is jutott be a ködbe, mely a kertség és a város déli része közé ékelődött, s Vince már is ott volt. Még nem teljesen mellette, de majdnem ott. Mikor utoljára itt járt, halála napján. Akkor alapozták az új egyedet, azóta felnőhettek az új házak. Valaki elsuhant mellette, nagy testű, egyenruhás ember. Át lehet itt menni? kérdezte félénken az öreg asszony. Ha valaki bolond, felelte az ismeretlen rossz kedvűen. Térdig ér a sár! A sár nem izgatta, csak a lakótele bejárata zavarta meg. Utolsó útja alkalmával két cölöp volt a balzsamárok keskeny bejárója közepére ékelve, azokat most nem látta sehol. Az út valóban sáros volt, de nem vétette el a lépést. Vakító körték szórták be az utat. Arra nem volt erejük, hogy megvilágítsák az egész teleped, de azt, ami a lába előtt feküdt, pontosan mutatták. Egy kutya kezdett ugatni, ettől megriadt, aztán bátorságra kapott megint. A hang erősödött, de nem közeledett. Itt az építkezés kezdete óta volt éjjeli őr, a kutya megvan kötve, de a hangja iszonyú volt, irreális, nyújtott, nem is állati már, inkább valami géphangú, tagolatlan üvöltés. Az őr előkerült a kutya figyelmeztetésére. Megnézte az öregasszonyt, még köszönt is neki. Pipázott, unatkozott, fázott, bárki jó lett volna a társaságnak. Nem bánt, mondta az őr, csak nagy hangja van. Nem bánt. Az öregasszony illedelmesen köszönt és megállt. Óriási villanykörte fény lett felette. Az őr látta, hogy körbehordja a pillantását. Az épületek egy híján készen állottak, csak ablaküveg nem volt még egyikben sem. Az utolsónak is a negyedik emeleténél tartott az építkezés. Hajszára egyforma miniatűr felhőkarcolók gukoltak a balzsamárok elegyengetett földjén, baloldalt is négy, jobboldalt is négy. Az öreg asszony ámulva nézte. A baloldali negyedik teteje alacsonyabb volt a többinél, s valahogy más. Ez még a ködben is látszott, amely most ritkult valamelyest. Befejezetlen volt, valahogy csorba. Az ég feléje görbült, mintha a köt súlya aláhúzná, és belógna az üres falak közé. A kút a régi még megvolt, az egyetlen, ami változatlanul megmaradt a valamikorból, az égen kívül. Az öreg öregasszony leereszkedett a szélére, szép piros kőkávája volt, fényes és nyírkos az annyi éve rázuhugó víztől. Ihatnék? kérdezte az őr. Adjak egy csuprot? Nem, köszönöm. Az öreg asszony meghajtotta a kereket, könnyen járt, mint hajdanán. A víz suhogott, fehér és villogó volt a víz, fiatal. Azt mondta, nem ihatnék, csak szerette volna látni a kutat. Egy asszony jött mellettük, az is köszönt, mint vidéken elhagyott utcákon még mindenki. Tolta a bicikliét, eltűnt a balzsamárok másik kiárata a Rákóczi út felé. A kutya megint rákeszte, most nem is hagyta abba. Ülhetek itt? kérdezte az öreg asszony. Itt olyan rendkívül közel volt Vince, hogy azt érezte, ha az őr egyedül hagyja, visszamegy a házába, vagy akár csak elfordul, azonnal tapinthatóan itt terem mellette, és akkor megtudja végre, mielőtt elmenne innen, mit kell tennie. Felőlem, az őr elfordult. Lopni való nincsen a négyes téglány kívül, azokat alig, ha tudná elhordani a fekete szatyorban. Egyéb meg be van zárva a raktárba. A raktár előtt ott a kutya. Minek jó ebben a ködben itt ülni a kút káván? <laughs> Nem érti az ember. De tán itt fog lakni. Aztán előre örül neki. Visszament a kutyához, megigazította az őrvét. Az állat nyugtalan volt, nem felelt a kezének, pedig máskor mindig megörült neki, ha megérintette. Éjjel valahogy összetartoztak. Az egész világból csak ketten tartoztak össze, mert kettejüknek volt egy szerepük és feladatuk, amely nappal aztán megint két felé bomlott. Nappal az állat állat lett megint, ő meg az, aki aludt, evett, nyújtózkodott az ágyában munka kezdetéig. De ilyenkor elmosódtak a határok. Jó volt tudni, hogy nincs egyedül. A kutya nyugtalan volt, most már nem is üvöltött, hanem nyűszített. Rávágott a fejére, hogy hallgasson. Vince itt volt. Annyira itt volt, hogy nem is kellett hozzászólnia. Nem látta, de érezte, hogy itt áll s mintha csak erre várt volna a zavar a gondolatai között, lassan tisztult agyában a sötétség. Nem mondta el Vincének, milyen nehéz volt kibárnia, hogy végre találkozzanak, és milyen elképzelhetetlenül, riasztóan üres az élet nélküle, mert Vince tudta, és Vince sem magyarázkodott semmit arról, hol járt eddig, mit csinált, egy kicsit furcsa volt, milyen természetesen egyé lett az új lakóteleppel. Nem volt a közelségében semmi félelmes és semmi megrendítő. Olyan természetes volt, mint bármikor életében, csak éppen házzá vált. Épületekké, villanykörtévé, és az volt a különös, hogy ilyen elemszerűen össze lehetett rakni. Hogy válik az ember épület? Mitől? Kár, hogy nem beszél, és nem mondja el, amit tudni szeretne. Most magától kell rájönnie, és ha lesz ideje, rá is jön talán. Vince olykor megszerezte neki azt az örömet, hogy hagyta maga találjon ki valamit. Éppen csak elindította a megoldás felé, és aztán kis bors szeme nevetett, villogott örömében, hogy ráébredt egyedül is. Borzasztó ez, mondta magában az öreg asszony. Forgatta a kút kerekét, és nézte a vizet, ahogy csorog. A víznek lúdnyaka volt, kedves, fehér lúdnyaka a fényben. Olyan nehéz velem élnie. Annyira terhére vagyok, és nem tudom, mit tegyek. Iza, aki benne élt összehúzta a szemöldökét, és magas, éles hangon azt mondta, fáradt vagyok. Ez az, hogy fárasztom is, magyarázta az öregasszony Vincének, pedig olyan jó kislány, és annyit dolgozik. És ha tudnád, mi pénzt ad nekem, hát tele a szekrényem százasokkal. Úgy szégyellem magam, hogy nem teszek érte semmit. Vince eltűnt olyan tökéletesen eltűnt, mint amilyen határozottan érzékelhető volt az imént. Mintha maga a telep is eltűnt volna. Az épületek körvonala puha foltokká bomlott. Most megharagudott, és nem segít. Az öregasszony egyszerre megérezte, hogy hideg van. Kesztyűtlen keze csillogott, és meggémberedett a víztől. A köd ismét haragosabbá vált sűrűbbé. A kutya vonított. Most a rákóci út felől jöttek, hangos, összefogodzó fiúk, lányok. Fiatalok, gondolta az öreg asszony, a fiataloknak nincsen köd sem. Mennek az egyetem irányába, nevetnek, <laughs> úgy nevetnek, mint az ifjú Antal, az ifjú Iza én nagyon ostoba vagyok. Vince nem felel. Csak ült, nézte a földet. Itt még nagyobb volt a sára kút körül. Gondal tisztogatott, fekete cipője pereme síkosan fény lett. Nem volt fáradt, inkább valami szokatlan feszültséget érzett, mintha mindent élesebben látna és hallana hirtelen ordítozás hallatszott, ajtócsapkodás az italbolt harangocskája idáig zengett. Valami cuppogott messziről, aztán közelebb. A kutya néma volt, de ez most jobban riasztotta, mint amikor üvöltött. – Itt hál! – érdeklődött az őr, de csak azért, hogy mondjon valamit. – Az ül a kút, ki akar. Valaki feléjük caplatott, és danult is. Nagy keservesen azt fújta, hogy fehér galam száll a falu felett. Az öreg asszony azonnal látta is a dal nyomán, de a galam nem fehér volt, hanem ezüst, és úgy szállt, mint a repülőgép. Valami nem természetes, meg nem billenő egyenességgel. A faluháza is mind egyformák voltak, cseréptetejűek, tornácosak, mint a híradóban. Hé! hallotta az őr hangját. Nem arra be, hanem egyenesen által. Ott a Rákóczi út. Hova megy? Világ életében félt a részegembertől. Lába kicsit meggémberedett, meg kellett támaszkodnia egy pillanatra. Mikor felállt, a kútkerék megnyekkent, bűntudatosan nézett az őr felé, de az el volt foglalva a fiatalemberrel, aki az út közepén magyarázkodott neki, és az egyik épület felé mutogatott. Cammogó esetlen alakja olyan volt a ködben, mint egy sovány medvé. El kellene menni innen, gondolta az öreg asszony. Nem sikerül semmi, amit akart. Mostanában semmi sem sikerül. Vince távolodik. Az őr azt bizonygatja, nem szabad az épületek közé menni. A részeg meg ordít, hogy ő itt kapott lakást. Senki se gátolhatja meg abba, hogy meg ne nézze, hogy halad az építkezés. Valami recsegett is. Deszka. Ettől nagyon megijedt. Elindult az épületek irányában. Menjen innen, jó ember, mondta az őr, mert elengedem a kutyát. Ettől megijedt. Hát, ha a kutya nem tudja, hogy a részeget kell üldöznie, s őt marja meg. Az öreg asszony futni kezdett a hajszára egyforma házak között. Régen itt kereszben is volt átjáró, földes, most talán csináltak valami jobb ösvényt. Ha az ember itt átvág, kiut a sinekhez a főútra. Ott majd megvárja, amíg csend lesz megint, és visszatér. meg, -meg a friss házakat, a falak érintése hűs volt, nyírkos, mint Vince utolsó arca. Fényük is olyan volt, mint Vince homlokáé. – Menjen már a fenébe! – hallotta az őrt. – A szentséges angyalnak sem utogatok én étszak a lakás nemhogy magának. – Angyal? – lassított. Palló vitt a sáron át. Most azon lépegetett, még el is tűnődött rajta egy pillanatig, milyen ügyes is ő! ártatlan derűvel figyelte a lábát, amely sehol sem hágott le a sárba. Ez a szemüveg is olyan biztonságot ad. Itt taligát tolhatnak az utolsó épület felé, amely még nincs befejezve. Csak ment. Mind távolabb a hangoktól. Egyszer nagyon megijedt, mert közvetlenül a kutya mellett haladt el. Meglátta az állatot, megtorpant rémületében, de a kutya érthetetlen módon elhallgatott a láttára. S csak nézett rá. Tekintete tompa volt, majdnem ilyet. Valamit szólt is neki, csak nem olyan hangon, mint kapitány. Megcserélte karján a szatyrot. Menjen már a nyavajába, hallotta. Hova lett az a vénasszony? Hát nem elüldözte? Iza, mondta az öreg asszony a benne élő Izának. Ne haragudj, nem tudok kitalálni semmit. Apa van, de nem úgy, ahogy képzeltem. Apa ház lett, meg út, meg beton, és nem válaszol. Ment, törte a fejét, mit tehetne meg a lányért, aki most itt a ködben, és ő benne ismét gyermek volt. Göndör, fürtű, kötényes, nedves orrú iza, s elnyílt kesergő szájjal panaszkodott neki. Irítál a jelenléted, mondta a gyermek iza vékony hangon az öregasszonynak. Nincs egy nyugodt pillanatom, mindig rajtad kell törnöm a fejemet. A munkám, Oly furcsa volt, a kép, a hangs a szó nem vágott egybe. A spanglis cipő, sejpítős iza meg a fogalmak, irritál és munka. Nincs életem már, ügyetlen vagy, ügyetlen. Olyan keserű és szűk lett körülöttem minden. Drágám, gondolta az öreg asszony, szegény izuka. Az őr meg a részeg még mindig egyezkedtek. Ő most ért a négyes épület felé, s csalódva látta, hogy itt oldalt nincs kiárás. Drótkerítést vontak a kaszárnya felé. Vissza kell mennie, amerre jött, ismét a kutya mellett. Félt. A palló itt v alakban ketté vált. A sima, földön fekvő szára visszavezetett a sáron át, ezen lépegetett eddig, a másik meg rézsút futott fel a befejezetlen épületbe, amelyből még hiányzott a lépcsőház. Itt már lécecskék is voltak rajta, olyan volt, mint valami létra. Ha fiatalabb volna, fel is futhatna rajta. <laughs> Mindig szeretett pallón szaladni, kiterjesztett karral. Vince megint itt volt, csak haragudott rá valamiért, s ezt épp úgy nem értette, mint annyi mást. De fájt, hogy bosszus rá. Telefutott könnyel a szeme. Hát, ha nem mondja meg, honnan tudja, mit kell tennie? Most láthatólag nem bírja egyedül kitalálni. Vince csak emlékszik még, hogy ő nem okos. Az őr hangja váratlanul erős lett most már indulatos, majdnem kiáltás. Törje ki a nyakát otthon, ha akarja, de ne itt, ahol én vagyok felelős. Menjen innen, mert telefonálok a rendőrségre, részeg disznó. A mondat aláhult a ködbe. Gyűrűzött körötte a homály. Vince hirtelen megenyhült, és a benne élő iza is megenyhült, Kerekszeme fényes lett, só vár, mint mikor pici korában kért valamit, birsalma sajtott, mézes diót. Téged angyal kísér, mondta egyszer Vince. Angyal kísér, etelka. Te vagy az egyetlen ember a huszadik században, akit még angyal kísér. Most pontosan látta a képet az ágya felett az eperszedő kislány arcát, melynek ónémet édessége hirtelen eltűnt, s helyette a búzaszín koszorúba font hajfonatok alól, az ő ráncos képe tekintett vissza, és látta azt is, hogy kosárka helyett fekete szatyor van a futó gyermek karján. Ebben a pillanatban tudta már, mit tehet meg Izáért, a benne élő izáért, nem azért az idegenért, aki taxiban szaladgál. Terézzel susog, s nagy könyvek közül néz ki szigorúan. Vince nem volt mellette már, de most nem is hívta. Ez volt az a pillanat, amelyben tökéletesen egyedül kellett lennie. Menj, mondta az öreg asszony az angyalnak a kép angyalának, és az angyal visszanézett rá, és elhussant. A palló üres volt, tökéletesen üres. A vége, amely felfelé vezetett, eltűnt a homályban. Az öreg asszony levette a szemüvegét, összehajtotta a rózsaszín nejlon szárakat, betette a retikőjébe, aztán megindult felfelé. Az angyal életében először nem kísérte már. Kettő. Iza másnap kilenc tájt ébredt, derűs volt és elégedett. Fiatal lánykorában nem szerette a vasárnapokat, unatkozott a város hétköznapi zsibongása nélkül. Mikor aztán állásba került, megtanulta becsülni a laza 24 órát, az üres időt, örülni a hajdan kelletlenül fogadott ünnepeknek. Ez a vasárnap, amelyen nem jött Teréz, anyja más városban volt, domokos meg valami író-olvasó találkozón, olyan volt számára, mint egy váratlan ajándék. Csak feküdt, a hézagosan leeresztett redőnyt se húzta fel, nézte a lécecskéken beszűrődő fényt, elegyengedte fejét a kis párnán. Volt valami brutálisan jó leső abban, hogy senki se tart igényt a társaságára, s magában lehet még pedig úgy, hogy nem sugárzik nyújtózkodó teste felé valami bánatos, fegyelmezett fülelés a másik szobából. Maga is megdöbbent, milyen abszolút pihenés a számára, hogy az öreg asszony nem matad sehol. Nem hallja a félénk fürdőszoba ajtónyitást, az óvakodó lépteket a kát körül, s aztán a mindig bekövetkező csörömpölést. Anya minél jobban vigyázott, annál biztosabban lesodort valamit. Riasztó volt éreznie, mennyivel jobb így egyedül. Nem, mintha arra kellett volna időt biztosítania e percben, hogy zavartalanul végig gondolhasson valamit. A leletek, melyeket anyja kivizsgálása után közvetlenül neki küldtek meg, megnyugtatóak voltak. És őszintén hit abban, hogy a szövetkezeti munka végre beválik. A vidéki úttól is sokat remélt. Talán felfrissíti, felvidítja az öregasszonyt a környezetváltozás. Domokos távolléte nem nyugtalanította. Megszokta már furcsa munkáját, szokatlan időbeosztását, hogy nem akar állandóan vele lenni, mint valamikor Antal. Úgy tervezte, fel sem öltözik, csak lézeng délutánig. Átnézi a folyóiratokat, zenét hallgat, ebéd után aztán elsétál valamerre, talán Óbudára, az olyan kifogyhatatlan érdekességű kerület. Jókedvűen pepecselt a reggeli ével, vidám volt, magabiztos, mintha sikerült volna kiátszania valami ellenséges hatalmat, amely eddig a nyugalma ellen tört. Anyja mellette él, biztonságban, nem kell aggódnia érte többé, és alig, hanem más dolgok is rendbe jönnek, talán valóban megoldódik az élet domokossal. Éppen a tejáját főzte, mikor megszólalt a telefon. Először azt hitte téved, mikor azt érzékeli, hogy interurbán hívást kapott, aztán takarékra csukta a teavizet és kifutott a halba. Lehet rosszul értette Holtar domokos ankétot, talán nincs is Pesten, hanem valahol vidéken. Most ide szól. Csak ő lehet, ugyan ki más telefonoznék. Az öreg öregasszonytól 24 órája, hogy elvált képtelenség. Jó kedve egyszeriben tovaszált. Gyűlölte az interurbán hívásokat. Mindig tahikardiás lett a szaggatott csengőjeltől. Apja haldoklásának híre is telefonon jött. Antal hangját alig lehetett hallani, még ordítozniuk is kellett, hogy megértsék egymást. Hát az öregasszony hányszor felhívatta, tanácsot kért, mit csináljon, mert a szén poros, hátul kibontották a fás szint, valaki kilopta a fűrészt meg a baltát, apa nincs jól, új postás van, nem akarta otthagyni a nyugdíjat Kolmannál. Micsoda emlékek. Most nem volt nyugtalan, csak ingerült, mert domokos, ha nem esett is szó erről, tudhatná, hogy ne zavarja vasárnap. Ugyanakkor valami suta örömet is érzett, mert lám, mégiscsak fontos a személye a férfinak, hogy még ilyenkor is telefonál. Mikor a Kagylóban szülővárosa jelentkezett, úgy érezte, becsapták. Megint onnan hívják, és megint orvul. Megint nem tisztelve a nyugalmát, a vasárnapi pihenését. Tegnap reggel köszöntek el egymástól dühös könyv gyűlt a szemébe, még megpróbálta kitalálni, mit felejthetett itthon az anyja, amit azonnal küldeni kell utána. Mi maradt ki a két súlyos csomagból? Az esernyője? A vétel most jó volt, valószínűtlenül tiszta, mintha Antal a szomszéd szobából beszélt volna. Antal két mondatot mondott, mint akinek nehezére esik a beszéd, aztán mielőtt bármit kérdezhetett volna tőle, letette a kagylót. A központ riadtan érdeklődött, befejezték-e már, s mikor Iza is helyére tette a maga hallgatóját, még ide-oda csengetett, mint aki nem akarja elhinni, hogy két mondat miatt sürgős kapcsolást kérjen valaki. Leereszkedett a halban a telefonasztal melletti székre, nem bírta meg a lába amit hallott, hihetetlen volt. Felfoghatatlan, magyarázat nélküli. Az volt az érzése, hogy Antal sírva beszélt, és a kagylót is azért csapta le, mert nem volt ereje fogni. Annyi esztendő orvosi megszokása, mint valami ösztön, hátra feszítette vele a fejét, s hideg, alig hajló ujjaival masszírozni kezdte a tarkóját soha életében nem volt ilyen közel az ájuláshoz. Mélyeket lélegzett, végre fel tudott állni. Az érzést, amely elfogta, meg se kísérelte elemezni, elég volt leküzdenie a rosszul létet. a könnye, döbbenten hallotta, hogy sír, milyen torz üvöltő hangon bebotorkált a gyógyszeres szekrénykéjéhez. a csupa praktikus betegségre készült fel az otthonában. A kalmópirin meg a diacilin között bontatlan volt az idegcsillapító. Alig tudta lefejteni a kis tubusról a celofánt. Bevett egy szemet, visszament a szobájába, ledőlt megint. Hogy nem csak egyszerűen szomorúságot érez, megrendülést, kétségbeesést, azt bizonyosan tudta már. Az imént azért ordított olyan embertelen hangon, amiért a vad felacsarkodik az erdőben, ha végre lombok közé rejtheti testét az iszonyú vadászat után, s hirtelen megint meghallja a vadászok csörtetését, és felfogja, hogy ismét futnia kell. Hova szaladjon? Reszketett Iza ahol nem leli meg a vadász. Eltakarta sírástól dagat arcát a kezével. Valaha fiatal lány korában iszonyúan gőgös volt. Semmi áron nem tudta kimondani, hogy leteperték, hogy ki van szolgáltatva a szenvedésnek. Most már egyedül önmagával, immár tökéletesen üres otthonában nem volt ilyen rátarti, egyszerre szakadt fel benne minden seb, az is, ami már behegget. Megint ott topogott a sárkányos csatornájú házban. Várta, hogy Antal elkészüljön a csomagolással, Dekker hangját is hallotta, ahogy azt mondja, rákja van Vincének. Iza, kívánjon neki gyors halált, ha szereti. Milyen különösen elevennek érződött akkor a leletek papírja az ujjai között. Megpróbálta felidézni anyja arcát, de nem sikerült. Mintha hirtelen ellopták volna az emlékeit. Csak alakja rém lett felelőtte, hajlott válla, nyakának új vonala, mely olyan furcsán megváltozott az utolsó negyed évben. Az öreg asszony mindig csak a földet nézte mostanában. Ha ment, sose pillantott az ég felé. Mint valami kő rázuhant a magány, amelyet az imént még annyira élvezett. Most jó volt a tudat, hogy domokos van valamerre, hogy megkeresheti, elpanaszolhatja neki, mi történt, s megkérheti, menjen haza vele. Megmosta az arcát, rendbeszedte a haját, felöltözött. A szer, amit bevet, hatni kezdett. Milyen hasznos ez, gondolta utálkozva, az ember azt érzi, darabokra törik, aztán lenyel egy pirulát, és megenyhül. A pánik, amely elfogta, elcsöndesedett benne. Felhívta az igazgatót, vele már teljes higgadsággal tudott beszélni. Cédulát írt Teréznek, összekészítette az uti holmiát. Járt kelt, a lakás egyszerre csodálatosan megnőtt, mintha az a tudat, hogy az öregasszony soha többé nem ül némán a szobájában, nem ereszti le ügyetlenül, egy végtében lezúdítva a redőnyt, egyszerre megnyújtotta volna a szobák falát. Az élmény, hogy most már nem csak apja, anyja sincs. Szokatlan volt. Még nyers. Próbálgatta, mint valami kés élét. Belebújt a kabátjába. Domokos megmondta tegnap, hova megy előadást tartani, csak ő nem figyelt rá, nem értekelte. Örült az üres vasárnapnak, nem kívánta hallgatni. Ha nagyon törje a fejét, eszébe jut, mit mondott, hova megy, eszébe is jutott. Taxit hívott. Utána ment a férfinak az ankétra. A gyár termében sokan voltak, mindenki jókedvű, vasárnapra öltözött. Volt valami kellemes a terem levegőjében. Nem kellett jegy, nem volt teremőr, bárki beléphetett. Domokos, aki áhítatos volt, túl boldog és beszédes, teljesen új arcát mutatta. A férfi egy asztalnak támaszkodva hadonászott, nevetett, és a gyerekkoráról mesélt olyan részleteket, amelyeket sose közölt Izával. A hallgatók mosolyogtak, belekérdeztek a beszédbe. Az ajtó megrecsent, mikor Iza belépett. Domokos felpillantott az zajra. Először nem fogta fel, kire néz, aztán azonnal megváltozott az arca, elvesztette önfeledtségét, meghökkent, zavarba jött. Az emberek, akik hátra kapták a fejüket a váratlan ajtónyitásra, maguk is elkomorodtak, és nem értették. Miért? Hiszen csak egy nő lépett be, aki bárhonnan jöhetett, közülük, vagy a könyvtári központból, vagy az írószövetségből, és igazán csendesen meghúzta magát leghátul. Domokos szinte két összefüggő mondat között hallgatott el. Azt mondta, alig, hanem minden kérdésre válaszolt, meghajolt, kezetrázott a két emberrel, akik jobbján s balján az előadóasztal mellett ültek, átvette egy csokrocskát egy riad kislány kezéből, aztán odament Izához, karon fogta, az arcába tekintett. Iza könnye azonnal elerett. Az olvasók úgy néztek rájuk, mintha valami megszégyenítőnek lettek volna tanúi. Iza érkezése előtt valami megfoghatatlan derű lebegett a teremben, ami rácáfolt az évszakra, friss volt a légkör, tavaszi, most minden elszürkült. És az alig elhangzott mondatok csengése megkopott. Azért ez nem szép gondolta a könyvtáros ez nem illik. Csalódott volt ilyet, és érthetetlenül fáradtan szomorú. Domokos kocsija a gyár előtt állt, a tér bal oldalán. Két napja, hogy vette, még nem is ültek benne együtt. A férfi magához húzta izács, mint valami gyereknek, hátra gerebézte az ujjaival a haját. Mi történt? kérdezte. Hova vigyelek? Jó volt vele lenni. Elmondhatatlanul jó. Antal most megint messzire került tőle. Antal másmilyen volt, szenvedélyesebb, ugyanakkor nehézkesebb valamiképpen. Haza nem a lakásomra. Haza. Sose nevezte így előtte elhagyott szülővárosát, de azért domokos megértette. Oly őszintén el se tudta képzelni, mi izgathatta fel ennyire, hogy csak elkapta a kezét a volárról, mikor végre megtudta, mi baj van. Hallgatott. Hagyta izát sírni, Előbb a saját lakására vezette a kocsit. Öt percet se kellett várni rá, már jött is vissza valami neszeszerrel, aztán Izához ment, kicsöngette a házmestert a liftért. Ezt is tudja, gondolta Iza. Tudja, hogy nem bírok most felmenni a csomagért, hogy írtózom a lakástól. Milyen különös? Mitől tudja? Hogy író? Vagy hogy szeret. Az út az Alföldön át nem idézte az őszt. Domokos számára minden évszak kép élményé vált, mihelyt elhagyta a fővárost. A téli országút krétarajz volt, a tavasz akvarell, a nyár olaj, az ősz meg részkarc vagy linó. Ám ilyennek sose látta az őszi vidéket még, ez olajősz volt, nyári a stáj, az ég mékék, a fákon itt -ott még levél, nem sárga, konokul zöld. A földek vidáman barnák, a szél nem fújt, az autóablakon át égetett a nap, s beragyogott a sütni való tökök aranya a földekről. Az író előlült iza hátul, behúzózkodott a sarokba. Domokos néha visszanézett rá a tükörben. Most azt érezte, csak felületesen ismeri arcát is, lényét is. Voltaképpen nem is tudja, ki ez a nő. Ezen a napon ifjabbnak látszott a koránál, mintha huszonegy néhány volna, időtlen, gyerekarcú. Ki ez? gondolta Domokos. Ki ez a szőcs Izabella? És mi történt a vénasszonynal? Mama meghalt, gyere azonnal! A másik oldal letette a kagylót. Hogyhogy hogy meghalt? Miben? Miért? Három hete, hogy szinte minden szervét megvizsgálták. Iza mutatta a leleteit, a szíve öreg szív, a tüdeje öreg tüdő, a vérnyomása is megfelelő a korának, de alapjában minden rendben volt – Felizgatta magát a síremlék felállításakor, hirtelen rosszul lett, vagy elütötte valami, amilyen ügyetlen Iz a nyomorult. Iza fél arca jól látszott a tükörben, elnyílt sírós ajkai. Elkapta róla a tekintetét, annyira sajnálta. Jó házasság lesz a miénk, tűnődött domokos. Jó feleségem lesz ez a nő, az bizonyos, hogy tiszteli a munkát. Iza békén hagy, és nem nyávog, hogy operába akar menni, vagy vendégeket hív, ha dolgozom. Elég ez? Félúton megálltak ebédelni. Domokos, akinek mindig jó étvágya volt, evett pár villányi káposztát, aztán eltolta a tányért. Iza csak a levest kanalazta ki, de szomjasan ivott, megivott majdnem egy üveg szódát. A tisza zöld volt. Petróleum zöld. Sovány hullámok bőröztek rajta a rőt nátkévék között. Domokos még sose járt erre, azt érezte, máskor gyönyörködni is tudna abban, amit lát, most csak azt tudta, hogy ez az ösztövér táj szokatlan és megható. Nem tudták megfejteni, mi történhetett. Iza Antalról beszélt, minden indulat nélkül, teljes tárgyilagossággal, mint mindig, ha hajdani férje szóba került. Azt magyarázta, miért kell a férfinak szükségképpen mindenben benne lennie, ami az utcájukban történik. A kisváros teszi, ezt nem ismeri domokos. Gica, ha valami történt, csak is Antalért rohanhatott. A környékükön csak Antalnak, és Kolman boltjának van telefonja. Domokos most hallott először Iza hátteréről, ez is meghökkentő volt, majdnem ijesztő. Dekker nevét ismerte, Dekkerről mindent tudott, de Kolman egy újságárus, egy palást készítő. – Nem szeretek Antallal találkozni – mondta Iza –, s a mondat megütötte, hol a domokos nem volt féltékeny a szó értelmében, sem tárgyi, sem emberi magántulajdon iránt nem volt valami sok érzéke, és komolyan gondolta, hogy az embernek a tévedéseihez, a szégyenletes emlékeihez, még a mániáihoz is joga van. Sose bánta, ha Iza megemlíti Antald, de nem örült, hogy az asszony fél meglátni az orvost. Miért rossz találkoznia vele? Közömbös emberekkel nem kellemetlen a találkozás, csak unalmas. Milyen lehet ez a férfi? És csak ugyan a kisváros az oka, hogy mindig mindenben szerepe van. Antal ápolja Iza apját, Antal közli anyja halálhírét, Antal veszi meg Izáék házát. Egyszer le kell mennie és lellakni a néhány hónapig egy kisvárosban, így el se tudja képzelni, hogy élnek ott az emberek. Mikor átfutottak Dorozson, Iza az ölébe nézett, hallgatott. Domokos úgy hajtott át a telep főútján, és úgy hordozta megpillantását a szokatlanul szép fürdőépületen, hogy senki se szólt neki arról, mit lát. Doros most duplán fájt izának. Antal miatt, és az öreg asszony miatt is. Hogy állt itt a mama? Kisimult, megpirosodott, szelíd arcával. Mindig fiatal szeme csupa fény volt, integetett, repesett felé, mikor érte jött. Most nincs. Vége. Hol vannak a halottak? Tűnődött Iza. Hova lett az apám? Hol az anyám? Megszégyelte magát a kérdés naivságán. Ő csak tudta, micsoda gyenge konstrukció, milyen romló hitvány matéria az, amivel napról napra dolgozik. Hová lesznek a halottak? Hát sehová. A dorozsi forrás már piros kőbarlangban lakott üvegteteje visszaverte a ferde őszi sugarakat, körötte betongyűrű, az érdeklődők azon állva kandikáltak a forráságy felé. Valaha itt járt Antal is, csupasz, suta kis fiú lába, belesüppett az iszabba, amely égette a talpát. Iza szülővárosa nem is hasonlított ahhoz a városképhez, amely domokosban az asszony szavai nyomán kialakult. A főutca pontosan olyan volt, mint bármely forgalmas fővárosi út. A boltok hajszányira ugyanazok, mint Pesten. Plakát, plakát mellett hirdette az agronómusok országos találkozóját. Vezes, mondta Domokos, mikor a kosú tére értek, és ez megint természetellenes volt mondani, hogy most jobbra, aztán balra, suhanni ifjúkora utcáin, abban a városban, amely annyira más volt már, mint gyerekéveiben, és ugyanakkor emlékeiben annyira azonos. Domokos látta, hogy kezd reszketni a szája, amikor valami nagy iskola mellett befordultak, és a Budensz előbukkant az utca, amely felé tartottak. A huszas kapura pillantott, Izáék hajdani lakóhelyére, ám Iza a huszonkettesnél szállt ki. Tépni kezdte a húzócsengőt. Senki sem felelt. A kapu be volt zárva. A perc még ott állt Iza mellett. Nézte Gica szegényes tábláját. Horn Margit palást készítő. És hallgatta a nevetséges csilingelést, amely profám volt, s annyira nem illett ahhoz a hangulathoz, mely mindkettőjüket elfogta, sokáig megmaradt az emlékezetében. Évek múltán, ha visszagondolt Izára, ezt az arcát látta mindig. Ezt a megvékonyodott, riadt, fülelő arcot, ahogy felágaskodik a gyerekek miatt majdnem elérhetetlen magasba szerelt húzó csengő fogantyújáig, és tépi az együgyű drótszálat, mint aki valami vészharangot kongat reménytelenül. Antal kapujánál kellett megpróbálkozniuk, Gica nem volt otthon. A kapu nyitva volt, most meglátom, gondolta domokos, ki ez az ember? Ugye milyen hatással lesz rám? Fogom utálni? Hm, azonnal szerette. Szerette a zömök testéből áradó abszolút biztonságot, sűrű szemöldökét széles száját. Még csak nem is volt csinos ez az arc, amelyben nézett, de volt benne valami jó, valami vitathatatlanul, azonnal érzékelhetően tisztességes. Antal megtörtebbnek látszott, mint Iza. Szeme alatt árnyék, arca megviselt, mint aki nem aludt. Nem tudtam, hogy kettel jöztök, mondta, és nem volt a szavaiban semmi személyeskedő él. Semmi olyan csengés, hogy látom, összetartoztok, tudom, miről van szó. A szállodában nem mehettek, oda már telefonáltam. Valami kongresszus van, három héttel ezelőtt lefoglalta az egész épületet a Földművelésügyi Minisztérium. Ellenben dekker felajánlotta a szobáját. Egyikötök kimehet hozzá, a másik maradná maradnálom. A mama. Iza úgy nézett rá, mint aki nem hallja, mit beszél. Antal elakadt. Domokos hosszú évek múltán most először figyelt meg puszta érdeklődésből valakit. Általában mindent megnézett, feldolgozott és elraktározott magában, amit látott, ám most nem aprózta szét, nem elemezte és nem konzerválta az élményt. Úgy nézte meg Antalt, mint egy magánember. Az a szó, hogy balzsamárok, nem mondott neki semmit. És elképesztő volt hallania, hogy az öregasszonyt valahol ott találták meg éjjel. Leesett egy épülőház emeletéről. Milyen szűk szabúan fejezi ki magát ez az ember, gondolta domokos. Mindig csak azt mondja Meghalt. Sose, hogy baleset érte. Pedig nyilván az érte különben, hogy találták volna meg egy félig kész lakótelepen. Balzsamárok, ismételte Iza. Nézte a kesztyűjét, hangja, szeme teljesen idegen volt. Antal elmondta, hogy hozta át magához az öregasszonyt, hogy vacsoráztak meg együtt. Hogy hagyta aztán magára, és kutatták később Gicánál, a tanítónőnél, még Kolmannál is, mindenkinél, akihez esetleg elmehetett azon a ködös éjszakán, és mint magyarázták eleinte váratlan eltűnését azzal, talán úgy megrohanták az emlékei, hogy kimenekült előlük az utcára. Iza dereka megfeszült, hátradőlt a székben. Mint kiderült, Antal telefonált a rendőrségre. Onnan kapták aztán az értesítést úgy tizenegy tájt, hogy a mama megvan. A mentők a klinikára vitték. Mi ez a többes szám? kérdezte magában Iza. Kivel volt ez az ember? Az ő szerint nem történt volna semmi, ha az öregasszony meg nem riad egy részektől, mert eleinte csak üldögélt, gondolkozott, forgatta a kút kerekét. Köd volt tegnap este, szokatlanul sűrűköd, ahogy futott, nem látta, hova menekül szegény. Domokos azon túl is figyelt, hogy sajnálta az öregasszonyt. Az elemek? A köd? Valami kút? az a szép nevű hely, egy része kalimpáló karja, micsoda kép. Iza nem nézett fel, Antal nagyokat nyelt. Holnap be kell jönnöd a rendőrségre, mondta Antal. Hm. Nem lehet elkerülni, sajnos. Te itt szól ugye? Domokostól kérdezte, aki teljesen logikusnak érezte, hogy ő maradjon itt s valahogy örült is neki. Ám Iza tiltakozott. Menjen domokos a klinikára Dekkerhez, ő akar itt aludni. Majdnem hisztérikusan beszélt, magas lett a hangja, parancsoló. Antal ránézett, aztán lesütötte a szemét. Gyerekesen hosszú pillái voltak, sűrű, fekete félkoszorúk. Nem akarja, hogy kettesben maradjunk éjszakára, gondolta domokos. Nem akarja, hogy beszéljek Antallal. De miért? Próbálta megállapítani magában, mit jelent számára, hogy Iza itt alszik volt férjével, és meglepődött, mikor rájött semmit. Tulajdonképpen semmit. Legfeljebb kicsit irigykedik rá, hogy Antallal maradhat. Oly régen szeretett volna ismerni egy igazi orvost, egy olyan hippokratészt, aki komolyan veszi azt a viccet a gyógyítással. Antal láthatólag nem lelkesedett az ötletért, de nem tiltakozott. Azt mondta, kikíséri domokos dekkerhez. A klinikán kosztot is kaphat, majd felviszik az ételt a szobájába. Iza viszont ezek szerint nála vacsorál. Még oda lesz, ne engedjen be senkit, ha nyugton akar lenni. Gicán a kulcsa van, hátha ha átszalad. Ne nyisson ki neki, tolja rá az ajtóra a reteszt. Domokos megcsókolta Izát, mikor elmentek. Antal látta. Az asszony érezte, mennyire nem ingerli fel ez a csók, mennyire nem hat rá. Hallotta, hogy csukják be maguk után az előszoba ajtót. Hallotta a kapitány ügetését is, ettől különösképpen fájni kezdett a szíve. Azt is hallotta, hogy csattan fel a két férfi hangja a kertben, ahogy a hirtelen támadt rokon szemv mindkettőben mondatokká formálódik. Velem sose beszél így, gondolta Izadomokosról. Most már bánta, hogy nem ő tölti az éjszakát a klinikán. Bár a gondolat, egy fedél alatt azzal, ami még az öreg asszonyból megvan, épp annyira elviselhetetlen volt, mint hogy Antal és Domokos hajnalig barátkozzanak. Mikor aztán lehiggadt, vállat vont. Utálta magát a gyávaságáért, hogy nem mert kimenni dekkerhez, és nem merte egy lakásban hagyni a férfiakat. Ugye mit árulhat el Antal Domokosnak, amit ő el ne beszélt volna magáról? Sose mondott mást, mint ami az igazság. Domokos tudja, hogy Antal hagyta előtt, nem fordítva. Bár itt maradtak volna ketten, s ő úton volna most a klinika felé, érezné az erdő keserű szagát. Most majd minden felélet körötte, a tárgyak megszólalnak. Ez olyan alkonyat, amit Vince aranyhománynak nevezett, az az ereszkedő, belülről megvilágított meleg, amikor a lakásban már fűtenek, kin meg estére foga lesz az időnek. A tárgyak, Antal új és szülei régi holmia szinte tapinthatóan eleven volt körötte. Bár szekrény lett a fekete kis kredencből, ahogy kinyitotta, benne találta apja vastag, komikus poharát. Barzsam áruk, gondolta Iza fáradtan. Ó, a boldogtalan. Nem bírt ülve maradni. Bement a másik szobába, amelyben Antal aludt. Megnézte a könyveit. Még egyszer annyi könyve volt, mint amikor még házasok voltak. Itt nyilván nem alhatik ma éjjel, hanem majd a harmadik szobában, ahol valaha ketten éltek. Ha Antal nem hozza át az öreg asszonyt ha nem félti a megfázástól gicánál. Ám Antal mindig érzelmes volt. Inkább fázott volna meg, de élne. Átment az előszobán. Vince megyfabotja, dohány szitája, ott lógott a kovácsolt vasfogaskák mellett, És a mama kereszt szemes áldás feliratú kefetartójából, nejló hátú pöttyös, mulatságos kefék kandikáltak. Benyitott hajdani szobájukba kereste a kapcsolót. Még nem gyújtott fényt, de már érezte az anyja illatát. Az öregasszony minden holmiának levendula szaga volt. Úszott a sűrű, tiszta illat levegőben. Az ágy érintetlen, a koffer lehajtott fedéllel, de nyitott zárral, hogy a ruha összenepréselődjék és szellőzni tudjon a résen át, úgy állt a szőnyegen, mint valami figyelő, szólításra váró állat. A szatyor eltűnt, csak a tartalmát látta szerteszét. Egy összehajtogatott törlőt, a süteményes dobozt üresen. A te a maradékos üveget észre se vette Pesten, erről nem is tudott. Becsapott, gondolta Iza, s megint eleredt a könnye. Teát is főzött. A vonaton árulnak ásványvizet, de nem hitte el. Kinyitotta a koffert, aztán azonnal visszacsukta. Volt valami személyes a benne levő tárgyakban, ezt nem tudta elviselni. A szoba nem csak olyan volt, mintha apja, anyja még élne, mintha még éppen volna az egész tovatűnt, szétzilált gyerekkor, de olyan hatást is keltett, mintha az öreg asszony csak kiment volna belőle egy pillanatra. Az ember az ágy alá tolja a koffert, semmi sem mutatja, hogy a szállás ideiglenes. Itt még sokkal nehezebben lélegzett, mint a másik szobában. Visszament Anta ágyához, gondolni se bírt éterre, lefeküdt. Mire a férfi hazatért, s gyújtott, ott találta, mint nyitott szemmel gubbaszt a megvetett rekamién, cigarettázik és néz rá. Nem bírok bent aludni, mondta Iza. Jó, maradj itt. Egy percre Egyetlen, értelmetlen, megbocsáthatatlan pillanatra azt hitte, mikor lehajolt a rekamié melletti kisasztalhoz, s felemelte a kikészített két könyvet, hogy vele marad. Sose volt két ágyuk, sose volt szélesebb fekvőhelyük ennél. Iza azt érezte, hogy most domokos is, az öreg asszony is távol került tőle. Ha Antal odahúzná magához még egyszer, ha megölelné, ha ott érezhetné megint maga mellett, elmúlnék belőle ez az iszonyatos feszültség, ez a végasztalhatatlan szomorúság. Nem maradt mellette, csak hozzáhajolt. Ezúttal félreérthetetlenül ő hozzá. Homlokára tette a kezét, aztán a pulzusát fogta meg hogy összerándult a csalódástól és a haraktól. Úgy ért hozzá, mint egy orvos, ahogy ő szokott az anyjához. – Kell altató? – Azért is azt mondta. – Nem. – Jó szakát. Az ajtó már nem nyikorgott, mint az apja idejében. Simán fordult meg a sarkán, de ő egyszerre érzékelte azt, ami volt, és ami már nem. Az olajozott mozgást és a csikorgását, ami elmaradt. Két negatívum élményével reszketett a paplan alatt. Az éjjel lágy volt. Most váratlanul sokkal lágyabb, mint az őszi éjszakák. Nagy, puha szárnyak suhogtak a kert felett. Három. Hajnal felé aludt el. Addig surrogtak, lebegtek körötte alakok, emlékek. Vince közelsége a legkevésbé, mert apja logikusa halt meg, annak rendje és módja szerint, nem a barzsamárokban, egy részeg és egy éjjeli őr vitája közben. Domokosra is sokat gondolt, pedig milyen messze hált tőle. Túl az erdei úton, a klinikán, ugyanazon a keskeny déványon, amelyen olykor, ha a nagy beteget éjjelre se hagyta magára, a professzor szenderedett el. Anyja, mintha egy lett volna vele ezen az éjszakán, mintha beleköltözött volna, s valahol belülről az izmai közül szólt volna ki. Mondatok, töredék szavak hangzottak a fülében. Egyetlen valaki volt távol tőle, aki a harmadik szobában aludt. Antal. Az messzebb volt, mint az ég. Reggel fáradtan ébredt, és akkor már nem tudta elkerülni gicát. Gica sírva fakadt, mikor meglátta. Összekente a könnyeivel arcát, ruháját. Most kivételesen örült bárdolatlan részvétének, mert a palást készítő egyre azt hajtogatta, milyen boldog volt szegény jó etelka, milyen elégedett, micsoda tragédia is ez a baleset. Iza rendes körülmények között nem sokra tartott a gicát. Bosszantották különös mániái, fogadalmai, hogy sose vesz más színű ruhát, csak feketét, vagy sose fűt be az első hó lehullása előtt, akármilyen hideg legyen is. Maga is csodálkozott, milyen szeretettel néz most Gicára. Vélány szegény, magányos is, nem volt könnyű az élete, és hát legalább ismerte az öregasszonyt, tudott a fejével gondolkozni. Antal töltötte be a kávét, mint valamikor. A reggeli feketét mindig ő főzte házaskorukban is, és a lombik megállt a kezében, rápillantott a hadarógicára. A palást készítő láthatólag megrendült. Áthozta a maradék apró süteményt meg a megkezdett csirkét, amely pirosan, kifagyva merett előttük egy porcelántálon, mint aki átadja a családnak a hozzátartozókat megillető, csak véletlenül hozzákerült örökséget. A megboldogult utolsó túlvilági üzenetét, egy kis csibehúst, cukros perecet. Iza rá se bírt nézni az ételre, de láthatólag gica se tudta elfogyasztani, pedig az mindenre lecsapott, ami ingyen volt. Csak Antal nyúlt a sütemény után, s harapott ketté-egyet a fekete kávéhoz, mint aki utoljára még érezni akar valamilyen ízt, amilyet soha nem fog érezni már. Áhítattal és szomorúan evett. Domokos kilencre jött be az erdőről, dicsérte a klinikát, a szállást, de magával is váltott pár szót. Gica majd elnyelte a szemével. A pesti bőlegény jelenléte valamennyire ellensúlyozta a gyászt. A rendőrségre domokos kocsiján mentek. Gica valósággal megnyúlt az örömtől, hogy autózhatott. Iza aggódva figyelte Kolman boltját, míg beszálltak, nem rohane ki a boltból, s nem makog -e valami kondoleáló szöveget könnyes szemmel rángó bajusszal. Ám Kolman nem jelentkezett. Az újságárus sem volt a helyén, hétfő volt, amikor csak délfelé egy kis fél óráig áll a standon. Iza fellélegzett, mikor túlmentek a Budensz közön, mint aki veszedelemből menekült. A rendőrségen legelőször Lídiát látta meg. Most kesztyű volt a kezén, pedig ujjaira emlékezett a legerősebben összeránduló, aztán hirtelen kiegyenesedő újjaira, elnyíló tenyerére, mikor kezébe adta a pénzes borítékot Vince halála után. – Fénykép? – kérdezte Lídia, és ettől valami hideg, ellenséges dühöt érzett. Ha már valami félreértésből kifolyólag megkapta ez a lánya malmos képet, csak nem képzeli, hogy ő is valami ilyen őrültséggel akarja honorálni, de ha fénykép, csak legyen az. Iza igazán lenézte azokat a kollégáit, akik a betegek hozzátartozóinak kezére sandítottak, míg kijelölték valami korteremben a páciens ágyát. De azzal is tisztában volt, hogy ez a lány többet tett annál, ami kötelessége. Többet adott, mint amit mestersége törvénye előírt. Azt valamilyen módon méltányolni kell. Nél tányolta is. Antal ott állt mellette, mikor a borítékot átnyújtotta, s elvörösödött, ez külön kínossá tette a pillanatot. Lídia nem tette zsebre, mint illet volna, hanem azonnal feltépte, ott előttük, valami furcsa sóvár arccal, és ő nem mondhatta, hogy ne tegye, legalábbis ne Antal előtt, valamennyien tudják, hogy Lédiának nem szabad pénzt elfogadnia. Lídia újja nyomán felhasadt a papír, megmutatta a százasokat, s Iza megdöbbent, mert az ápolónő arca világosan mutatta, hogy Lídia csak ugyan fényképet várt. És valami érthetetlen okból örült is neki, mintha volna valami értelme vagy oka, ami miatt meg akarná őrizni Vince tovatűnt arcának hajdani egészséges vonásait. Az is riasztó volt, hogy Lídia belefehéredett a százasok láttába. Antal meg hátat fordított nekik. Oda ment a folyosóablakhoz, lenézett a fákra. Az ápolónő letette a borítékot a fűtőtest tetejére, szó és köszönés nélkül ott hagyta őket. A boríték elkezdett perzselődni. A földszinten voltak, a B-folyosón közel a kazához, ott volt a legintenzívebb a légfűtés. Mikor Lídia léptei elkopogtak, Antal visszafordult, felvette a pénzt a radiátorról, kinyitotta Iza retiküljét és belejtette a borítékot. Nem tett megjegyzést. Iza úgy ment el onnan, mint akit megvertek és pellengére állítottak valami főtéren. Miért akarja ez az ápolónő, hogy adósa maradjon, mikor gyűlöli a kiegyenlítetlen számlákat? És miért ad neki igazat Antala hallgatásával, szája gyors, haragos mozdulatával? Mit akarnak tőle egyáltalán? Őt oktatják ki az új erkölcsről? Maga is ismeri. Iza valóban hálás volt Lédiának nagyra becsülte ernyedetlen szorgalmát, sosem fáradó lelkiismeretességét, s tudta, hogy kedvelte a lányt Vince is. Csak úgy marta a szégyen. Alig köszönt el Antaltól, futott kifelé. Különös módon Antalnak ugyanez jutott az eszébe. Lídia ugyanúgy állt, ahogy akkor, megint egy folyosón, egy radiátor mellett, s még valami papír is volt a kezében, nyilván az idézés. Azon a márciusi napon sokáig kereste, már nem volt szolgálatban, s az osztályon nem tudták megmondani, hova futott. A gyógyszertárban akadt rá véletlenül, mikor benézett valamiért. Ott ült az oficinán, azt mondta csak úgy, passzióból, segít a laboránsnak, aki a barátnője. A laboránst aztán telefonhoz hívták, ketten maradtak. Oda ment hozzá, nem szólt semmit, vállára tette a kezét. Lédiának csak a nyaka látszott, ahogy előrehajolva az üvegeket öblítette a mosogatóban, nem volt rajta főkötő. Valami okának kellett lennie, hogy Vince rátestálta azt a malmos képet. Antalt zavarta a gondolat, hogy a lány azt érezze, a család ki akarta fizetni álmatlan éjszakáit, türelmes suhanását vince ágya körül 500 forinttal. Nagyjából akkor dölt el kettőjük sorsa, amikor érintésére a lány visszafordult, és ránézett csupa könny szemével. Lídia volt az első ember, akinek elpróbálta magyarázni izát, aki láttára a részvét, és az a megnevezhetetlen valami, amely arra ösztönözte, hogy megvigasztalja a lányt sértett bánatában, megoldotta a némaságát. Lídiának tudnia kell, hogy valóban tehet olyasmit, amit nem illik kifizetni neki, hanem el kell fogadni tőle egyetlen kurta köszönettel. Együtt mentek haza életük első emberi és nem szakmai beszélgetése hosszú volt. Néha el-elakadt, mikor kiértek az erdőből a városba vivő főútra, Lídia könnye még mindig csorgott. Az út földszagú volt, gyökérszagú, a fasor között ideges borzongás. Nyolcan voltak, Antal, Domokos, Gica, az ápolónő, egy bozontos öregember gubában, hegyes süvegben, vállán a guba felett fénylő esőköpeny, az éjjeli őr. És egy bőrkabátos, frissen borotvált cingár fiatalember, aki nagy szemeket meresztett izára, amikor meglátta, aztán hebegett valamit, meg megrándult a szája. A részeg, gondolta Iza. Most bezzeg eszén volt tökéletesen riadtan az eszén. Mellette az elmúlt éjjel inspekciós mentőkocsi álmos segédorvosa állt. A rendőrtiszt, aki fogadta őket, tapintatos volt, nyájas és szemmel láthatólag csupa részvét. Valamit mondott a saját anyjáról, micsoda csapás volna a számára az elvesztése, és mit jelentene a gyermekeinek is. Sokáig rázta Iza kezét, elborultan. Teljesen természetesnek érezte, hogy Iza nem jött egyedül, hogy domokos kíséri. Az egyeruhás lány, aki egy kis íróasztal mellett ült, felállt, az is kezet szorított Izával. Ez iszonyú volt. Az idegenek részvéte. Iza arca megmerevedett. Kérdezzék, aztán hagyják elmenni, ne sajnálják, ne nézzenek rá szomorú szemmel! Úgyis eléggé fáj. Lídia nem fogott kezet senkivel. Izának is csak oda bólintott. Tomokos azt nézte, mennyi virág van a párkányon, a cserepek mellett pici permetező. Vajon kiápolhatja ilyen gondosan a növényeket, a férfi vagy a nő? Teljesen érthetetlen volt, miért idézték meg ide Lídiát. Gica volt az egyetlen, aki felfogta, hogy az ápolónő jelenléte talán nem is olyan természetes Iza vagy domokos számára. Antalka kis menyasszonya suttogta Iza fülébe ő fog lakni a szép új házban. Iza azt érezte, megfullad. Lídia nem volt se diadalittas, se fénylő, nem simult oda Antalhoz, a földet nézte. Szóval ez a tegnapi többes szám Az éjjel vastag köd volt, sárga. Elképzelte a két alakot, ahogy módszeresen, rendszeresen sorra járják az ismerősök lakását. Becsöngetnek vagy bezörgetnek a pár helyen, amelyről el lehetett képzelni, hogy befogadhatta az öregasszonyt. asszonyt. Antal nyilván Lídiához ment vacsora után, s vele együtt tért haza. Megnézte újra, most egészen más tekintettel, mint amikor belépett, vagy mint a múltkor, amikor a pénzt adta neki. Mint ha valami kört vontak volna kettőjük köré, amelyből nem szabad kilépnie. Már másodszor ütközött bele ebbe a lányba. Nem fájt, csak a dű szúrta, mint amikor eleven beszalad a szálka. Anta szerette ezt a lányt látszott a szemén. Mutatta hirtelen ellágyuló arca, megváltozott hangja, ahogy köszönt neki. A férfi nehézkes tömbje valahogy meglazult. Sötét eresztékein átizzott valami ragyogás. Miért Lídia tudja a varázsszót, amit ő sose tudott? Mi az, amivel Lídia többet adhat nála? Ahogy leültek, Domokos megfogta a kezét, szorítása meleg volt, biztonságos. Összeszedte magát, s megkeményítette az ajkát, hogy ne remegjen. A kihallgatás nem tartott sokáig. Iza most hallotta a mentő és a rendőrorvosi vizsgálat eredményét. Szomorú biztonsággal tájékozódott a terminus technikusok között. Belső sérülések, koponya alapítörés. A halál két órával azután következett be, hogy a mentőket értesítették. A sérült nem beszélt, néhány pontosan nem artikulált szótagon kívül. Az öregasszony napja mozaikként összeállt. Gica előadása, melyet időnként valami kurta zokogás színezett, plastikus volt, mindenre kiterjedő. A jelenlevők szinte látták Szőcsnét megérkezni egy nagyon elegáns disznóbőr kofferral és egy fekete szatyorral. A tűzhöz húzódni, és óvatosan vállaköré próbálni az árcsi lelkész készülő palástját. Látták a kő ahol el volt ragadtatva a gyönyörű emlékműtől, belesápat, mikor meglátta, úgy tetszett neki, látták turkálni a csirkében, enni párkanál levest, nagy volt a délelőtti megrendülés, gubbasztani gondolatokba süllyedve a kájha melletti székben, s áttipegni hajdani házába Antal egyetlen hívó szavára. Azonnal felállt, panaszolta Gica. Ha el nem megy tőlem, még ma is él szegény. Ez persze igaz volt. Antal lehajtotta a fejét. Iza csak nézett rá, amikor átvette a szót. Hogy anyja azonnal engedett a férfinak, hogy szó nélkül követte, s vállalkozott rá, hogy abban a házban töltse az éjszakát, már magában véve is elég sajátságos volt, még akkor is, ha Iza mindenkinél jobban tudta, mennyire szerette valamikor az öregasszony Antalt. De hogy evett is nála, jó ízűen, utána meg felmosogatott. Ez már elképesztette. Fürödni ment egyedül. Hát soha nem merte Pesten megnyitni a bojlercsapot. csapot. Amit hallott, majdnem olyan hihetetlen volt, mint hogy az anyja nincs már. Ettől fogva csak következtetni tudtak rá, mi történt. Antal azt mondta, mikor ő elment hazurról, eszébe se jutott, hogy az öregasszony kimozdulhat, rettentő köd volt, viszonylag késő is, amellett becsukta a kaput. Kulcsa volt, ezt persze nem tudta senki, meg is találták nála, amikor vetköztették, a kabátja zsebében volt egy kulcs, kék bársony szalag lógott rajta. Az ő kulcsa, gondolta Iza keserően sose mondta, hogy megvan. Becsapott. Miért tartotta meg? Mit remélt? Miért dug el az ember egy régi kulcsot? A rendőrtisztet nem érdekelte, miért ment el Antal este, s miért tért aztán vissza Lédiával, nyilván valami mást gondolt, mint ami az igazság. Ám Antal magától rátért, miért akarta még aznap összehozni az öreg öregasszonyt a menyasszonyával elmondta, mit akart ajánlani neki. Domokos rábámult, mikor meghallotta, mit tervezett. Iza is ránézett. Aztán azonnal lesütötte a szemét, táskája mintázatát nézte. Gica köhintett, félig mulatott, félig bosszankodott azon, amit hallott. Milyen hülye ez az Antal? komolyan vette, amikor megfenyegette, hogy hogyha megnősül, ott hagyja. Hát de hagyta volna ott? Az csak olyan illedelem beszéd. Miféle buta ötlet odahívni a háztartás vezetésére az öreg asszonyt, akinek kánaáni dolga volt Pesten? Majd éppen elállt volna hozzá. Á, minden kellene már ennek a kupásnak: A ház, a kert, most még etelka is. Jól van, most aztán mehet utána, ha eléri. Iza úgy érezte, ezt már nem bírja elviselni. Ráhajtotta az arcát kesztyűs kezére, kibudjantak a könnyei. Antal, az az Antal, aki valaha volt, akitől elvált, aki kiment a házból két kofferével, és nem nézett vissza rá, csak fütyült, mint akinek így is jó vagy talán csak így a jó, Antal, Lídia jövendőbeli férje, hajdani házuk tulajdonosa ebben a percben tűnt el az életéből, olyan biztosan, olyan véglegesen, mintha párává foszlott, vagy föld alá volna. Iza úgy érezte, ehhez az Antalhoz még emlékei között sem lehet köze. Antal ajánlata sértés mindannyiukra, apjára, aki valaha a nyomorult pár pengőjével topogott a havonát, hogy Antal Antal gimnazistának legyen könyvre valója. Anyjára, akiből házvezetőnőt akar csinálni vénségére, de legalábbis ő rá, mert képes új otthont létesíteni azok között a falak között, ahol valaha ők éltek ketten, és az új feleségének segítségül odacsalná magához az ő anyját. Ebben a pillanatban, amely nyers volt, irgalmatlan, mint amikor a test szövetei szétválnak, s melynek élményétől Iza zihált és remegett, valami más is történt. Az öreg asszony, aki hiába feküdt a halál hidegségében, még mindig eleven volt, közeli, mert alig két nappal ezelőtt vonatra szállt, szatyrot cipelt, rázta az ablakból a zsebkendőjét, és a személyéhez fűződő emlékek még itt nyüzsögtek, mindenki körül, mint egy madárraj. Az öreg asszony végre összekulcsolta a karját, s amilyen nyugtalan, érthetetlen és békétlen volt eleinte, olyan nyugodtá, hallgatoggá, olyan véglegesen élettelenné vált. Iza e percben nem csak az eszével, az ösztönével is tudomásul vette, hogy anyja nincs többé. És mert végre tudomásul vette, kevésbé fájt az elvesztése is. Ebben a pillanatban, anélkül, hogy tudott volna róla, elkezdett feledni és gyógyulni. Lekapta arcáról a kezét, most már fel tudott nézni. A rendőrtiszt értetlenül pillantott a körbe, elég kusza családi képlet volt előtte, hajdani, vej, meg lendő új házos felek. Iza arca azért volt számára olyan talányos e mert omló könnyei és őszinte bánata mellett csak úgy sugárzott róla a felháborodás. Iza tudta, hogy az öregasszony elhagyta volna őt, ha Antal hívja, Antalhoz mindig rendkívül ragaszkodott. Elhagyta volna őt azonnal, valami olyasmivel érvelve, hogy kapitány azt más, nem tudják rendesen táplálni, vagy hogy rendbe kellene rakni a lomokat, melyeket Antal megőrzött a padláson. A mama eljött volna ide, csak hogy visszakaphassa a csorba bögréit, és ügyköthessék a fáskamrában megint. Hálátlan volt gondolta Iza. Milyen hálátlan volt a szerencsétlen. Eladott volna engem egy megyfabotért, meg a dohány szitáért. Mióta a világon vagyok, mindent megtettem érte erőmön és lehetőségeimet túl. A legnagyobbat is megosztottam vele az életemet, amelyet egy férfival sem lehet egészen. Ső jobban szerettem állam a gönceit. Az öreg asszony még egyszer utoljára Iza életében szembe került vele. Mintha felszökkent volna illedelmes merevségéből, s óriási, kérdező kék szemét feléje fordította. Ált előtte, aztán elfoszolt, s pontosan olyan lett, mint a többi halott. Iza hátradőlt, keresett egy cigarettát, megtörölte az arcát. Antal, Lídia és az öregasszony a régi házban, amelyből Vince csak azért hiányzott, mert elvitte közülük a betegség, mint valami citadella, hirtelen nőtt a városnak. De csak egyetlen képzeletbeli pillanatra. És aztán tüstét leomolt, Mert hiszen sose valósult meg Antal tervei szerint, pedig milyen ügyesen kiiktatta volna őt mindenhonnan, amihez valamikor köze volt meghaltál, anyám, gondolta Iza azzal a személytelen részvéttel, amelyel az ember húsz esztendeje porladó szerettei sírkerítésére könyököl. Mert a barzsamárok, meg antal, meg az értelmetlen tárgyak erősebbek voltak annál a szeretetnél, amelyel szerettelek. Meghaltál, szegény szívem, pedig mindent megpróbáltam érted, amire csak ember képes, de nem tudtál mit kezdeni vele. Én ártatlan vagyok. Domokos alatt megrecsent a rút sárga szék, ahogy Antal és Lídia felé fordult. Antalnak csak a profilját látta. Az ápolónő, akiről egyébként nem tudta, hogy volt valamikor valami szerepe a család életében, szemben ült vele. Ez a nő pontosan az ellentéte izának, gondolta Domokos. Folyton változó, mozgó, érzékeny arca, csupa indulat és szenvedély. Ez nem bizonyos, hogy mindig hagyja dolgozni az embert. Ha valamit igazán fontosnak érez, bizonyosan nem. Olyankor talán kiabál, vagy hadonászik, amíg nem tisztázza. Gica olyan intenzíven kuncogott, úgy iparkodott magára fordítani a figyelmet, hogy lehetetlen volt kitérni a kínálkozása elől. Iza hátradőlt, nagyokat lélegzett, még hallgatta Gica ízes és ironikus produkcióját. A palást készítő gesztikulált, rikoltozott, kolmarra hivatkozott, akit ugyan utált. Az újságárusra, a tanítónőre, de akár kire az utcán vagy a klinikusok közt, akik valaha izát ismerték, ha tetszik Dekkerre, aki kosúdias professzor, mindenki megmondhatja, milyen abszurd ötlet volt Antal ajánlata. Hát hiszen mindenki tudja, miféle élete volt a megboldogultnak, amellett az áldott lánya mellett aki folyton csak döntötte az ölébe a pénzt. Ha hét élete lett volna szegénykének, akkor se tudta volna soha visszaszolgálni, amit izuka értetett. De ilyen jó gyereke nem volt még embernek. Alig, hogy eltemette az apját, már vitte is magával az édesanyját, mint kutya a kölykét, hogy ne kelljen magányosan élnie, öröm nélkül. Vitte magával Pestre, a nagy módba, a szép modern lakásba. Cselédet tartott neki. És most is, hogy megjött a megboldogult, micsoda új kabát volt rajta, mohersál, meg, meg új donatúj kalap. Ilyen boldog anya nem élt még a földön. Keveset beszélt, míg nála volt, mert fáradt volt. Az ember hetvenen túl már nem ugyanaz, mint régen, de ha megszólalt, a lányát magasztalta. Milyen jó hozzá, hogy szereti, milyen áldozatkész. A e paradicsomi élete volt Pesten, majd éppen ide jött volna vissza Iza mellől, a mennyből, a pokolba. A részeg iszonyúan ideges volt. Az orrát fújta, az éjjeli őr Antal elpirult, mintha hirtelen arcul vágták volna, Lídia pedig most először, mióta bent ültek, felpillantott. Gicára nézett, mint aki mondani akar valamit, aztán mégse szólt. Iza lélegzete csendesedett, úgy érezte, szereti Gicát. Domokos, aki szavakkal dolgozott, szavakból élt, akinek mesterségéhez tartozott, hogy pontosan érzékelje a fogalmak jelentését, ebben a pillanatban kezdte sejteni, mi történt az öreg asszonnyal. Gica lelkes szavai hirtelen tótágast álltak, és megmutatták igazi formájukat. Nagyot nyelt. A rendőrtiszt azt mondta, örül, hogy ez a kérdés magától tisztázódott, mert a mai beszélgetésnek voltaképpen azt kellett volna eldöntenie, nincse meg a lehetősége annak, hogy Szőcs Vincéné nem baleset áldozata lett, hanem esetleg maga vetett véget az életének. A részeg és az őr sóvára lesték a száját. Az öregember bőre szinte megfeszült a reménykedésben. Domokos pillantása most rájuk fordult, Soha nem látott még ilyen élességgel emberi arcokat. Ad Istenem, hogy öngyilkos lett volna, imádkozott a részeg. Bár megölte volna magát, gondolta az éjeli őr. Most rájuk került a sor. Szavaik nyomán tisztult és felszállt a tegnapi köd. Gica és Antal segítségével megrajzolták a házból kilépő öregasszony útvonalát. Valahogy kijutott a balzsamárokig, gyalog vagy villamoson. Alig, hanem villamoson, hanem a rákóci út felől jött, hanem az ellenkező irányból. Az őr motyogott, s most már azt is látták, hogy a kút mellett topog, csorgatja a vizet. A részek szipogott, szégyenkezett, nem emlékezett semmire. Tulajdonképpen az öreg asszonyra sem, csak az őrre, valami nagy lelki bánatot öblögetett le az italboltban, és attól kezdve, hogy elindult a balzsamárkon át hazafelé, csupa jelentéktelen dolog ragadt meg a fejében. Hogy szokatlanul nagy volt a sár, a köd meg barna ragadós. Az őr tagolatlan dünnyögésében volt valami bájoló, mágikus ösztönzés. Ne legyen baleset, ne legyen baleset, a balzsamárok nem sét a hely, motyogta rosszkedően. Arra csak az jár, akinek muszáj, nappal is, nemhogy este. A mondat, mint valami súlytalan tárgy, ott maradt. Ott lebegett a levegőben az egymás felé forduló arcok között. Iza hangja halk volt, de éles. Domokos megborzat, mikor két halott boldog titka egyszerre adattá vált jegyzőkönyvi tényé. Csak kis íróasztalnál ülő lány azt is leírta, hogy volt valaha ebben a városban egy fiatalember és egy ifjú lány, akik a kertségekbe jártak csókolódni. És hogyha senki más, de az öregasszony számára logikus sét a hely volt a balzsamárok, főleg olyan éjszakán, amelynek délelőttjén a férjes emlékét állította fel. Az író eliszonyult, amikor a kép teljes lett, kerek, és minden részecskéje helyére került. Egy boldog, jól ellátott, elégedett, prémes kabátuk is öreg asszony sétálgatott friss bánatában első boldogság a színhelyén. És kedves halottján kívül azon gondolkozott, milyen jó gyermeke is van neki, micsoda áldott, derűs, békés öregsége. S mert félénk volt és riadozó, mint az ő korában a legtöbben, meg rossz szemű is szegény, kicsit hiú, aki még egy ilyen ködös estén sem tette fel a szemüvegét, a szóváltástól megriadva eltűnt, elveszett a ködben. Kizuhant, biztonságos, szép életéből, amelyben annyi öröm és annyi jó várt volna rá. Domokos attól félt, hogy ordítani fog. Az emlékek mondta a rendőrtiszt idős volt szegény. Most már sokkal világosabb minden. Nem voltak modern emberek mondta Iza halkan, őszinte, megrendült bánattal. Sem apám, sem anyám szegény. Nem voltak mai emberek. Azt hiszem végeztünk. Mondta a rendőrtiszt. Fogadja kérem részvétemet. Kezelt Izával. A részeg egyszer csak a szem elé kapta a kezét, és hangosan, keservesen sírni kezdett, mint akiben most tudatosul először, hogy megölt valakit. Az éjjeli őr makogott, tagolatlanul, mintha a kutyájával beszélne. Az orvos eltűnt. Gica a kabátját egyengedte, kacarászott, vállát rángatta, aztán megszégyelte magát, megilletődött arcot vágott. Iza egyszerűen fáradtan szomorú volt, mint aki hasztalan próbált valamit építeni, minden téglája leomlott. Domokos csak nézte, ahogyan csüggetten, megcsúfolt jó indulat a romjain feléje fordítja az arcát, s kimerülten, hálásan, egy fél megköszöni, hogy ebben a nehéz órában mellette volt. Gica széles, fénylő arca, együgyű szavai mögül, melyek új kabátot, mohersálat, rengeteg százast lobogtattak, úgy sütött felé az igazság, amelynek Pesten öntudatlan, de ebben a percben mindent rekonstruáló tanúja volt, mint valami komor, akarata ellen elővillogó nap. Eldőlt, gondolta domokos. Hát ez eldőlt örökre. Antal és Lídia most egymás mellé kerültek, majdnem összeért a válluk. Antal kun bálványarca csupa bánat volt. Lídia hát állt a virágos polcnak, alakja körül virágzó kaktuszok és szobanövények, valami suta, őszi menyasszonyi pompa, amely épp úgy nem illett a lányhoz, mintha tollat dugdostak volna a fürtjei közé, vagy érzelmes mirtusz Az egyetlen, ami hozzáillett volna ebben a percben, valami mérleg szép, erős kezébe, s nyugtalan jobbjába, egy makulátlan kard. Bediktálták az adataikat, helynevek, dátumok kavarogtak. Iza karja megrándult domokos karjában, amikor meghallotta az ápolónő adatait. Takács Lídia született 1932. október 5-én, karikás gyűdön. 4. Lídia most nézett Iza arcába először tárgyilagosan, mióta ismerte. Mikor először látta, még csak néhány hónapja dolgozott a klinikán. Áhítat fogta el, valahányszor megjelent a folyosón. Lídia pályája kezdetén minden orvos közelében megrendülést érzett. Mert az orvos meg tudta mondani, mit kell tennie, hogy megmenthessék valaki életét, és Iza láttára még valami mást is. Az asszony hírét Pestre való költözése után is megőrizték a korterem falak. A régi ápolónők gyakran beszéltek róla, s mikor egyszer betoppant, és szokása szerint dekkert kereste, meg is mutatták Lédiának. Ez az a szőcs doktor, aki valahogy itt dolgozott a reumatológián, Dekker professzor kedvence, Antal-Antal hajdani felesége. Iza gyakran járt egykori munkahelyén, látták minden hónapban. Lídia rajongott érte. Figurája köré dorozs fürdőtelepét képzelte keretnek, vastag üvegfalakat, forrás bugyogást. Milyen bátor volt a háború idején, hallotta azoktól, akik részt vettek a klinikai szabotásban. Hogy dolgozott a férfiakkal együtt újjáépítéskor, dicsérték hajdani munkatársai. Akik együtt jártak vele szemináriumra, szorgalmát, gyors felfogását, ítélőkészségét emlegették, és mindenki, aki csak ismerte, elmesélte róla, milyen igazán jó ember, apja, anyja hűséges gyereke. Lídia Izát választotta mint képének. Ha olykor megérkezett Pestről, s a portás, Szinte reszketve az örömtől, feltelefonálta az emeletekre. Megjött, szőcs doktor, ott ólálkodott a lift körül, hogy elsőnek köszönhessen neki. Úgy érezte, az ember még attól is több lesz a közelében, ha az csak annyit mond, mit csinálnak maguk a növényekkel, hogy ilyen gyönyörűen fejlődnek. Aztán megszerette Antalt, és Iza iránti érzése összetettebbé vált. A klinika tudta, kin múlt az Antal Szőcs házasság felbomlása. A klinika sok mindent tudott azokról, akik falai közé kerültek. Dolgozókról, betegekről, még a családtagokról is. Iza különben sosem is titkolt, ami történt. Láthatólag eszébe se jutott, hogy az igazság nem hízelgő ránézve. Barátai, akik egy-egy bizalmas éjjeli ügyelet idején elképedve faggatták, igaz-e, hogy válnak? Egyforma feleletet kaptak tőle. Antal így akarja. Decker káromkodott, az emberek a fejüket csóválták. Antal sokáig enyhe ellenszem fogadta az osztályán, munkatársai egy időre elhidegültek tőle. Valaki meg is fogalmazta, miért. Ha Antalnak szőt se volt megfelelő, mi az Isten csodát kezdhet magunk fajta egyszerű halandókkal? Aztán Izapestre ment, a dolgok valahogy rendbe jöttek. Antal nem házasodott meg újra, s a klinikaiak tudomásul vették, hogy úgy látszik, egyedül jobban szeret élni. Van ilyen magános farkas alkat. Az ő baja, mondták a barátok most már némi részvédtel, az idősebbek meg példálóztak. Rengeteg minden adódhatik egy házasságban, ami miatt nehézzé válik az együttélés. Szőcsöt senki sem ismeri a női oldaláról. Egyiküknek sincs tapasztalata vele kapcsolatban. Gólya kora óta Antallal járt. Tudja az Isten mindegy. Megbocsátották Antalnak, maga Dekker is. Lédiát kétségbejtette, hogy olyan ember szeretett bele, akinek Iza volt a felesége. Iza mindenkivel tudott beszélni, elfogulatlanul, őszintén. Ő inkább csak a betegekkel, legjobban a nagy betegekkel, akikkel a legtöbbet kellett bajlódnia, azok mellett megoldódott a nyelve, pedig alapjában véve nem volt beszédes. Izgalmas élményekkel nem dicsekedhetett, Továbbképzési eredményei jók voltak, de nem rendkívüliek. A háború alatt kisgyerek volt, nem surrahatott fegyverrel, röpcédulával a házak között, mint hajdan Iza. Ő is segített ugyanegy nyáron odahaza a folyószabályozás előmunkálataiban, de hát segített akkor minden faluja beli fiatal, még más vidékről valósiak is, mi az Doroshoz képest. Ha civilbe öltözött, Kedvetlenül nézte szőke haját, szürke szemét. Iza barna volt kék szemű. Tudta, ha nagyon akarná lehetne egy azok közül, akikkel Antal időnként együtt jár, csak hogy nem vágyott erre. Antal viszonyai még klinikai mértékkel mérve is túl rövid ideig tartottak, és mindig azt a kellemetlen érzést keltették a kívülállóban, hogy kizárólag biológiai célt szolgálnak. Lídia többre tartott igényt. Antal gondjai, problémái érdekelték, szerette volna rossz kedvűnek, csüggetnek látni, végasztalni, enni adni neki, ha éhes, segíteni a munkájában, ha tud. Beszélgetni kívánt volna Antallal, megközelíteni a testi közeledésen túl is, fecsegni virágokról, betegek váratlan gyógyulásáról, még arról is, milyen ruhát csináltasson, vagy mit érdemes elolvasnia, mikor nem szakkönyvet vesz a kezébe. Lídia védtelenül és ártatlanul szerelmes volt Antalba, és mikor tudatosult benne az érzés, más szemmel nézett Szőcs doktorra is. Sóváran valami új elemmel bővülő imádattal nézte Izát, aki sokféle személyes kiválósága mellett még azt a titkos igét is ismerte, amelyre Antal teste lelke válaszol. Rendes körülmények között nem félt volna attól, hogy bármiféle más nőnek utódja legyen egy házasságban, de azt eleve elképzelhetetlennek tartotta, hogy Izát kövesse Antal ágyában, azt ha valaki izával élt valamikor, nem felejtheti el, gondolta Lídia. s ha mégis csak látszólag nyilván folyton hozzámér mindenki mást, kimerne versenyre kelni ilyen emlékekkel. És hát ha valakinek még iza sem volt elég, hogy venné észre éppen őt? Mint valami fejlődésbeli rendellenességet, amelyen orvosi beavatkozás, kúra, gyógytorna segíthet, próbálta kidolgozni magából a tüstén céltalannak érzett vonzódást. Nem könnyű, és nem kevés órát igénybe vevő beosztása mellett is bőven volt alkalma, hogy összejöjjön más fiatallal. A klinika ifjúsági szervezete jól működött. Lídia elnevetgélt, eltáncolt a fiatal emberekkel, moziba járt felük, gyáron strandra, télen a fenyődombra szánkózni, püfölte őket hólabdával. Még csókolózott is a helybeli költő szobra alatt, mint minden fiatal. Még csere a gazdasági irodáról, házasságról nem kezdett példálózni neki, akkor egy időre visszavonult mindentől, megriadt. Úgy érezte, akaratlanul is félrevezette cserét. Antalból nem volt könnyű kiszeretnie, mert minden nap látta, minden nap beszélt vele. Sújtalan, csak a betegek számára jelentős mondatokat cserélgettek. Lídia látta olykor a büfében vagy a klinika előtt az éppen soros nővel, akivel járt. Ilyenkor elkedvetlenedett, és valami szelít haragot érzett ugyan mit talál rajtuk? Mennyivel különbek azok, mint ő? Féltékeny, furcsa mód, büszkén és szeretettel, csak akkor volt, ha Iza jelent meg a folyosón. S kopogott be valamelyik szobába Antal után, pedig Antal a büfében olykor nagyon is közel hajolt a nőkhöz, vagy kézen fogva futott velük végig a puszpánk sövény szegélyezte úton. Izával meg épp úgy kezelt, mint egy férfival, és szinte sose tárgyalt vele négy szem közt, mindig mellettük volt a professzor. Lídia majdnem sírt szégyenében, mikor rájött, hogy olyan valakire féltékeny, aki esztendők óta nem él már a férjével. Komikus volt, Ugyanakkor szívfájdítóan gyerekes indulat, ha együtt látta Antallal Izát, szenvedett miatta, de boldog is volt, mert megint egyazon épületben lehetett szőcs doktorral. Lídia évek óta egyformán hűséges rajongása elfogultabb, ugyanakkor valahogy gazdagabb lett ezzel a furcsa mellékérzelemmel. Volt egy időszak, mikor aztán teljesen elfelejtette, hogy nem csak szereti őt, hogy hozzávaló vonzódása Antal miatt nem egyértelmű. Amikor Iza behozta az apját a klinikára, s Antal őt és Gálesztert osztotta be a bíró mellé. Elnézte Szőcs doktort, hogy mókázik a nagybeteggel, hogy segít megétetni, micsoda türelemmel, hogy borít a paplanára buta ajándékokat, amelyekről azt reméli megnevettetik. Látta aztán olyankor is, mikor látogatás után kilépett a folyosóra, nekiejtette homlokát az ablakfának, és nézett le az erdőre, mintha a fák felelni tudnának arra, miért pusztul el valaki, akit szeretünk. Ha az öregasszony ügyetlen lépte, felkopogott a kőpadlón, Iza zsebkendője eltűnt. Visszanyelte a könnyeit, és rámosolygott az anyjára. Ma, mintha könnyebben volna valamivel, nehogy elpityeredj előtte, édes szívem. Mindig ezt mondta. Mindig. Míg szőcsvincét Vincét ápolta, Lídia valahogy lehiggadt. Antalt majd elfelejti, gondolta. Mindent el lehet felejteni hát még azt, ami nem is volt. Nevetséges érzés, ami Antalhoz köti. Nevetséges és felesleges. Iza ismét az lett a számára, aki valaha. Ifjúkori eszmény. Jó ember. Ezt hallotta először róla, amikor még nem ismerte. Az volt valóban. És most már furcsa volt arra gondolnia, hogy valaha is úgy nézhetett rá, mint valami legyőzhetetlen betétásra. Lídia szégyelte magát önmaga előtt. Aztán egy éjjel a bíró megszólalt. Azt hitte, fájdalmai vannak, vagy suttog, de aztán látta, hogy téved. Vince mosolygott, nyújtózni próbált, és teljes éber hangon azt mondta, Évek óta nem álmodtam, Lídia, és most ebben a fél szenderben igen. Képzelje! otthon voltam. Otthon? Az ápolónőnek ilyenkor beszélnie kell. Megigazította Vince párnáját, takaróját. Szívesen nyúlt hozzá, szívesen tetvet körötte, tiszta, csendes, finom kis öregember volt a bíró, szelíd és bátor. Jövőre táncolni fogsz, mondta mindig Dekker, ha benézett. Apám már is jobb színben van, nyögte Antal, aki tehetségtelen hazug volt. Ha feleségét várta, mindig azelőtt kér gyógyszert, hogy az öreg asszony megérkezett volna, nem szeretné nyugtalanítani. Mentegetőzött azzal, hogy esetleg nem elég friss. A, azt az erősítőt tudja, Lídia, kis szeme bölcs volt, csupa megértés. Lídia elfordult ilyenkor, lomolt az asztalon, hogy ne kelljen látnia a tekintetét. Nem könnyű elviselni, ha a beteg valami módon kifejezi, nem él már soká. Az ápolónő szerette vincét, nem Antal vagy Iza miatt, egyszerűen önmagáért, hogy olyan hősiesen részt vállalt abból a komédiából, amit a gyógyíthatatlanok körül játszani szoktak. Tudta, hogy Iza azt hiszi, nem sejt semmit. Nevedgélt hát vele, kártyázott, még ereje hagyta, és tudta, hogy az öreg asszony ugyanezt reméli. Hát rá is egyre csak mosolygott, s integetett utána árnyékká apat kezével. Ha magánál volt, erősebben tartotta a testét, mint a gyógyszerek. Rádiót kért, újságot, még bírta fogni őket mókázott a látogatókkal, s ha Lidia éjjeles volt, s valamivel többet tudott aludni mellette, bókolt neki ébredéskor. Olyan az arca, mint a vad Igazán megnyilatkozni fél szokott, mikor a kábítószer, amelyel halálba étették, hatni kezdett. Hófehér ujjai motoztak a takarón. Suttogott, de nem tompán, álmosan, mint az alvásra készülők, inkább ártatlanul és tagoltam, mint egy titkolózó gyermek, akinek végre megoldódik a nyelve. Lídia hallgatta. A szavak visszahozták a gyermek iza sejpítését, klotkötényét, cofjait, az öregasszony ifjú alakját is, első estei ruhája halvány kék színét, feltűzött szőke hajában a nevető ne Sírni is hallotta a bírót, szégyenkezni, mert elcsapták az állásából, mintha bűnöző lett volna, és azt is kivette a suttogásból, hogy az öreg asszony megszitta egyszer emiatt, és hiába kért később bocsánatot. Vince máig nem tudta elfelejteni. Antarról sokat elárult a szendergő, valósággal kiverte az alakját az árnyak között, mint egy szobornak. Lídia megdöbbent. Hát ilyen jó egy fedél alatt élni vele? Miért hagyta el? kérdezte a suttogás nyugtalanul. Olyan derék fiú, úgy szerette. Miért hagyta el, Etelka, nem tudott? Lídia gondolkozhatott rajta, voltak éppen, miért is hagyta el Antalizát, a klinikán senki se tudta. Aki az ápolónők közül már itt dolgozott abban az időben, azt mesélte, hogy Antalt soha senki se kapta hűtlenségen, s látszólag mindvégig jól élt a feleségével. Izáról is köztudomású volt, hogy gólyakora óta nem érdekelte más Antalon kívül, Ismerték a dorozsért vívott közös küzdelem részleteit, iza kivételes szorgalmát, csak a férjének járó szégyellős mosolyát. Most kiderült, Vince épp úgy nem tudja, mi történt a házas felek között, mint a kívülállók. Azon az éjszakán, amelyen a bíró olyan váratlanul megszólalt, Lédia odahajolt hozzá. Az öreg asszony aznap tovább ott maradt, mint máskor, s a hosszú látogatás után nehezen aludt el a beteg. A kintről behatoló és az odaben valahogy már megszokott világképe nem fette pontosan egymást. A szellem felrázódott az egészséges látogató közellététől, s ellenállt saját teste érdekeinek. Merre van Szőcs bácsinak otthon? kérdezte az ápolónő. A bíró mosolygott, gyönge csuklója megrezzent, mint aki legyinteni akar. Pár napja már nem tudta befejezni a mozdulatait segítség nélkül, azt felelte, messze, vidéken. Vidékinek tetszik lenni? érdeklődött Lídia. A vidékiek szókincsében is szerepel a vidék fogalma, minden az, ami nem a főváros, és nem a maguk lakóhelye. Kázna, Doros, Okolács, Kusú. Az, felelte a bíró, Karikás Gyüdi. Lídia csak nézett rá. Karikás Gyüdön született ő is. A helynév egyszerre oly szorosan összezárta őket, mint valami kettébe metszett kör, mely erre a szóra Karikás gyűd, hirtelen összefort. Szép vidék, mondta a bíró. Tavasszal előbb piros, aztán kénsárga a part. Álmomban a gáton álltam, és nem féltem a folyótól. A malomkerék alatt zubogott a víz. Nincs meg a régi gát, rázta a fejét Lídia. Kőpart van, betontöltés. Szabályozták a karikást. Ez volt az a váratlan időszak, amikor a bíró jobban lett. Az az orvosi szempontból érthetetlen, magyarázat nélküli három nap, mikor Antal nem tudott eligazodni betege állapotán. Dekker a vállát vonogatta, az öregasszony reménykedni kezdett, és Antal egy éjjel felhívta Izát. Lídia ott ment el a szobája előtt, hallotta, mit telefonál. Apa teljesen jól van, Fájdalmai nincsenek, fogalmam sincs, mi történt. Tovább sietett, cipője nem vert a folyosón. Egymás szájából kapkodták a szót. Lídia látta az árvízi emléket a villanyteleptéren, rajta a feliratot. Gyűd, árvíz elpusztította halottainak, és tanulta az iskolában, miféle istencsapása döntötte romba 1887-ben a falut. Ismerte a fűszfasort, a hajdani gátat, amelyet a bíró apja őrzött. Ő is segített szétverni egy nyáron, mikor elkészült a betonvízfogó a folyó könyökében, a kis áramfejlesztő telep alatt, és látta eltűnni mindazt, amire a bíró emlékezett. A vízimalmot, a zsupfedeles házakat. Utcáról utcára, közről közre, legelőről legelőre kalandoztak. Vince felmondta Lídiának azt a gyűdöt, aminek a képe benne élt. Az ápolónő meg az újat, az óriás gazdaságok gyűrűjében, az egészségházat, a gépállomást, a motor biciklis parasztokat a bekötő utakon. Néha nehezen értették meg egymást, mert Lídia az új, a bíró meg a régi nevét tudta az utcáknak, sikátoroknak, és egyes helyeken maga gyüdi is teljesen megváltozott. Ilyenkor az ápolónő térképet rajzolt a falujáról, s többnyire kiderült, hogy amiről két néven beszélnek, azonos hely. Olykor meg az, hogy vannak a falunak olyan részei, amelyek egyáltalán nem voltak meg a bíró utolsó látogatása idején. Vince felpróbált könyökölni, mindig halvány arca kigyúlt. A malomról is beszéltek, amely körül Lídia valaha annyit játszott, amelyet aztán lebontottak, s malom került a helyére. Lídia a régi faépület mellett született. Reggelente, ha felébredt, elsőnek a sustorgást hallotta meg, ahogy a víz áthabzott a zsilipen. A bíró semmit se tudott faluja új képéről, a karikás szabályozásáról és a gyüdi építkezésekről 53 nyarán számoltak be az újságok. Ez volt Vince életének egyetlen szakasza, amikor hetekig nem hallgatott rádiót és nem igen olvasott. Akkor folyt Iza vállópere. Elmondták egymásnak az életüket is. A bírói hosszú volt. Lídia csak hallgatta, hogy támad fel szavai nyomán a falu, amelyben ő még nem élt. Megismerte a bíró apját, a vér szerintit, és a másikat is, aki táplálta őket, a karikást, amely lökött halat és rákot, valami pénzt is olykor, aztán egyszer csak rossz kedvű lett, felfújta magát, és megölte a falu egyharmadát. És megismerte a rettegést, a gyermek vince iszonyát, aki kifülel a hajnali, még kék ablakon át a folyó felé, lesi milyen kedvében van, milyen lehet most odakint a gáton. Hallott Dávid tanítóról, a gimnazista évekről, a jogakadémiáról, Vince elmondta Emma nénit, a darabont utcát, még kapitányt is. Lídia kurta élete Alig-alig volt valami a betegéhez képest, ám arra mégis elegendő, hogy mint valami eleven mérő létsz, jelezze a változásokat, melyekről a bíró olyan szívszakadva várt hírt valahonnan. De a lány története csak önmaga számára volt tipikus. A bíró úgy hallgatta, mint a mesét. Az Ápolónő nő apja pásztor volt, ott maradt a háborúban úgy eltűnt a gyüdi csordarétről, mint valaha Szőcs Máté a gátról. A lányt, mikor elvégezte az általános iskolát, vonatra rakták, betették egy internátusba, elvégeztették vele a gimnáziumot, az ápolónő képzőt, özvegy anyja is eltartotta magát, kapott munkát a szövetkezeti boltban. Lídia nem közadakozásból szerzett diplomát egy iskola protekciós helyén, a tanítója könyörgésére, hanem természetesen, annak folyamánya képpen, hogy megszületett. Lídiának senki sem adott karácsonykor összegyűjtött pénzt, hogy könyvvel láthassa el magát, ha olvasni kívánt. Volt pénze könyvre, és úgy nőtt fel, mintha élnének a szülei, kicsit talán még kedvezőbb körülmények között is. Nagyobb gonddal vigyáztak rá, mert félárva volt. A három éjszakán, amely a bíró halálát megelőzte, hosszú utakat tettek meg ketten gondolatban. Lídia jobban megértette a régi falut, mint anyja primitív vagy tanítói szegényes mondataiból. A bíró meg végig lépegetett mellette képzeletében azokon az új utakon, amelyeken sose járt, amelyeken Izával szeretett volna menni. A malom. Nevet kélt. hát persze, hogy nincs meg már, csak az én képemen. Villanymalomba helyette. Elmélázott, milyen más is lehet most a part. Jogász korában besokat fényképezte. A bíró három napon át úgy reagált mindenre, mint az egészségesek, mert gyűdről beszélhetett végre. Az öregasszony számára, magyarázta. Valahol akkor kezdődött az élet, amikor őt megismerte. A gyermek Iza meg írtózott a szomorú történetektől. Még balladát se lehetett dalolni neki, mert zokogva követelte, hogy gyógyuljon meg benne a halott. Sose hallgatta végig azt a szép diákori dalt sem, amelyet annyiszor elpróbált énekelni neki. nét nem érdekelte a falu, a kislány Iza pedig gyűlölte egy gyűdöt és a karikást, amely annyi szenvedést zúdított az apjára, s nem tűrte, ha a múltról beszélt, ha csak azért nem, hogy komoly szemét a bíró felé fordítva azt ne ígérje neki a gőzölgő vacsora tányérokon át, hogy majd a jövő másképpen alakul. Elmondhatatlanul jó volt hozzám, mondta a beteg, s egészségesnek ható arca kigyúlt az emlékezés örömében. Senki se volt hozzám olyan jó, mint Iza. Lídia látta az iskolás Izát, aki a jövőről beszél az apjának, mint valami miniatűr megváltó. Vagy kiteregeti az iskola atlaszát, nézi Budapest térképét, mert nagyvárost szeretne látni, igazi nagyot, és megpróbálja kitalálni, hol is lehet a városligetben az anonimus szobra, amelynek úgy tetszik a képe. Látta nagy lányként is, a rehabilitációs kérvénnyel, aztán felnőttként, ahogy már nem egymaga töpreng a dolgokon. Antal is mellette van, más fiatalok, és akkor már vonza a falu, persze nem gyűd, hanem valamennyi, mint probléma, mint fogalom. Hogy lehetne megoldani az egészség védelmét? Látta, hogy az újság fölé hajol, rábök egy sorra, hibátlanul kiejti valamelyik politikus nevét, oda kedves fejét apja arcához. Sokkal műveltebb lett, mint bárki, akit ismertem, dicsekedett a bíró. Olyan okos, ugye, Lídia, milyen okos iza? Csak magyarázni nem akar, de mikor is volna ideje rá? nem tudom pontosan, hogy működik a Sputnik. Pedig benne volt az élet és tudományban. Hogy hívják most a Gyüdi csorda rétet? tér, felelte Lídi a riadtan. Emlékmű rajta, sövény, padok, a gyerekeknek játszóhely. Istenem, futott a szavakkal párhuzamosan a gondolata. Édes jó Istenem, lehetetlen. Mindent megtett érte, ha az apja lett volna, nem a lánya se tehetett volna többet. Életben tartotta nyolcvan esztendeig, pedig olyan gyenge szervezetű kisember voltak éppen. A könnye indul meg, ha kilép mellőle a beteg szobából, alig van ereje, hogy eltapogatózzék az ablakig. Szereti, úgy élt mellette, mint az eleven védelem. Lehetséges volna, hogy sose ment el vele gyűdre. Lehetséges volna, hogy nem hagyta viszonyítani, hogy nem magyarázott meg neki semmit. A bíró arca világított, mint az épeké. Szőcs bácsi, mondta Lídia, és nem tudta, hogy kiállt. A téren, az árvizes emlék tetején szobor áll. Egy fiatal férfi. Árnyékolja a homlokát, a folyó felé néz, mintha azt lesné, hova futnak a habok. A beteg szoba ajtaja négy fala kitágult. A szobanövények megnőttek, suhogni kezdtek, mint a füzek. A meleg csap, amelyet hiába javítottak meg délelőtt, ismét csorogni kezdett. Vízhangon szólt, folyóhangon, s a szokatlanul alacsonyan lebegő márciusi csillagok ott ringatóztak a karikás vizében. Három napon át egy alföldi település erősebbnek bizonyult az enyészetnél. Párnak közül fülelve, félig már holtan, a bíró biztos lábbal tette meg utolsó sétáját a faluban, amelyben született. Egyszer dalult is. Antal elképedve nyitott be hozzá, a folyosóra úgy szűrődött ki a hang, mintha egy ártatlan, alig eszmélő, nem nélküli kisgyerek dúdolgatott volna. A bíró feltámasztva ült, Lídia előredülve hallgatta a különös kántusdalt. Antal tudta, mit énekel. Ők is fújták hajdanán ezt a dalt az igazgató névnapján. Bármi különös ízlésre is vallott, hogy Kátónak Örömének helyett épp erre volt igénye. Sose tudta, hogy apósa még emlékszik rá. Vince sokat dalult otthon, de azt egyszer sem hallotta tőle: Fenn a várteremben fákják fénylene, bánatos karének hangjai zengenek, a terem középen magas gyászpadon, Fekszik kiterítve egy szép hajadon, arca keble halvány, mint a bérc hava, hunyva szép szemének, hégi csillaga. Lídia együtt dúdolt a beteggel, láthatólag tanulta a dalt, oda se figyelt, mikor rájuk nyitotta az ajtót. Az ápolónő kislány hangja halk volt, fényes. A feküdnék inkább én a gyászpadon, Mint a e szép virágszál ékes hajanon. A lány felnézett rá, soha ilyen különös, beszédes tekintetet, Aztán elkapta róla a pillantását, s megcsóválta a fejét, így üzembe, hogy nincs szüksége segítségre, a beteg csendes, s bármilyen furcsa is jól érzi magát. Antal még akkor is hallotta magában azt a különös, sóhajtásból meg boldog lihegésből elkeveredett ártatlan hangot, amikor már képtelenség volt, hogy a gyenge dúdolás nyomába érhessen. Arca keble halvány, mint a bérc hava, Lídia most már tudta, hogy hozzá mehet Antalhoz, ha valaha erre kérné. Hogy utódja lehet Izának. Elfoglalhatja a helyét mindenben és mindenütt, ahol eddig nem mert volna kihűlt nyomába lépni. A rajongás, amelyel övezte, valami bizonytalan szánalomnak adott helyet. Mintha hirtelen kiderült volna róla, hogy Szőcs doktor féllábúnak született csak valahogy nem vették észre. A szép hajadon, akinek bús históriáját sosem akarta végighallgatni, ott fehér lett Lídia képzeletében a gyászpadon, de ugyanakkor valahogy vé is vált, valami különös jelképpé. Uramisten, gondolta Lídia, milyen fáradt lehet abban az állandó önfegyelemben és igényben, hogy megválthassa a család és a föld sorsát, abban az írtózatos keménységben, melyet nem mer fellazítani, holt hajadonok síratásával és emlékekkel. Azt hiszi a szerencsétlen, hogy az öregek múltja ellenség, nem vette észre, hogy magyarázat és mérték a jelen megfejtése. Mikor Vince haldoklott, s azt hitte, a lánya van mellette, Lídia odaguggolt mellé, és beszélt hozzá, mintha Iza volna. Abban a percben egyforma részvétet érzett az apas a lánya iránt. Ám amikor Iza pénzt akart neki adni, hirtelen meggyűlölte, azt gondolta, éveken át becsapta őt, olyan érzelmeket pazaroltatott magára, amelyeket nem érdemel, és most, hogy helyette halálba kísérte az apját, tetejébe még meg is sérti. Itt a rendőrségen még elnézte fáradt arcát, először életében azt érezte, hogy Izak közömbössé vált a számára. Elmúlt belőle a gyűlölet is, mint a rajongás, a féltékenység vagy a szánalom annyira nem érzett már iránta semmit, hogy minden indulat nélkül jót kívánt neki. Remélte, egyszer életében mégiscsak rákényszerül majd arra, hogy meghallgassa a hajadon történetét, mint ahogy valamilyen formában meghallgatta, vagy meg fogja még hallgatni minden ember. És egyszer gondolatban mégiscsak végig lépdel a várteremben a fákja fény mellett s megmeri nézni a szunnyadó arcát, fehér kebelét. Az anyja, akit ők akartak magukhoz venni, mert Antal azt mondta, felényi lett, koltra riadt és tanácstalan Budapesten, már nem izát hívta utolsó percében. Lídia mellette is ott térdelt, mint márciusban Vince mellett, az öreg asszony egyszerűen csak szenvedett és szomjazott, és annyit mondott, víz. Mit tehetett vele? törte a fejét Lídia, még minden harag nélkül elnézte Iza bánatos arcát. Ugyan mit csinálhatott vele odafen hogy az anyja már elfelejtette a nevét azon a szűk úton, amely az életből kivezet? Öt. A részegnek és az őrnek maradnia kellett, a többiek elmehettek. Az őr hadonászott, magyarázott valamit, a részeg nem figyelt rá, izát kereste a szemével, oda botorkált hozzá, megfogta a vállát. Iza visszahökölt, pedig nem érzett rajta alkoholszagot, inkább valami kínosan tiszta fürdőszoba illat lengte körül mintha a részek agyon sikálta volna magát reggel, mielőtt elindult volna a rendőrségre. A fiatal férfi könnyezett, megsimogatta Iza hátát, mondott valami érthetetlent, Iza undorodva hátrált előle, idegesítette a közeledés, a tolakodó részvét, mentegetőzés, ez a fesztelen, reménytelen kitárulkozás. Domokos közéjük állt, Nézte a részeg riadt, ostoba arcát, a halál és a végzett együgyű torzra sikerült eszközét. Az őr a rendőrtisztnek magyarázott valamit, domokos kezet fogott a részeggel, és Iza csak ránézett, mikor meghallotta, hogy vigasztalja, mennyi részvéttel. Ugyan, mit tölti az idejét az alas senkiházi borbészagú szipogóval? Nem tehet róla, kérem, mondta Domokos. És most már mindegy is, ne vádolja magát. Kicsit sértették Domokos szavai, de nem akarta mutatni. Miért küldi ilyen vigasztaló gesztussal útjára az idegent, aki végeredményben mindenért felelős? A kapuban, mint valami bomló lánt szemei, elszakadoztak egymástól. Elsőnek Lídia tűnt el egy kurta köszöntéssel, beszállt Dekker autójába. Antal kezet rázott mindenkivel, azt mondta, neki is vissza kell mennie még, délután majd találkoznak. Iza rendelkezzék, hol akar ebédelni, otthon-e vagy másutt. Gica néni majd befűt és mindent elintéz. Gica gonoszul nézett utána, még beült Lídia mellé, és a nagykocsi elringott a szemük elől a klinika irányában. De hamar beletanult, Ford Gica, a kocsiba, a rendelkezésbe. Az apja feltűrt gatyában szaladgált, és sose volt megborotválkozva. Emlékezett rá. Az ő udvarukba is hordott valaha vizet. Most ő ült domokos mellé a sofőrülésre. Nagyon élvezte. Szerette volna valami igazi ebéddel elkápráztatni a pestieket, ha már így fordult, de Domokos is, Iza is, mintha összebeszéltek volna, elhárították az ajánlkozást. Ne fáradjon semmivel, csak Antal vacsoráját lássa el, ahogy szokta. Ők majd a vendéglőben esznek valamit, világért se vennék igénybe az idejét. Kitérő válaszuk egyszerre elragadtatta és sértette Gicát. Azt érezte, ezek legalább tudják, kivel állnak szemben. És nem parancsolgatnak neki, mint a kupás fia, nem rendelnek ebédet nála, mintha markotányos nő volna, vagy szakács. Ugyanakkor féltékeny és ideges is volt, mert úgy érezte, kimaradt valamiből, és egyre inkább kimarad ezen túl, ahogy elfogynak a régi életszereplői. Nincs már vince, nincs etelka. Hm. Iza ezek után nyilván ritkán, vagy talán soha nem fogja felkeresni a várost. Az ápolónő nem látszik rokon szembesnek. Antalt nem szereti. Ha, a végén ráviszi a nyomor, hogy kibéküljön Kolmannal, pedig megesküdött, hogy nem tekinti többé embernek, mióta ezelőtt hét évvel visszatöltette vele a zsákba a kiválogatott krumplit. Kolma legalább emlékszik, milyen volt ez a város fiatalkorukban, és mindenkit ismer, aki a boltjába jár kicának hirtelen sírhatnék ki a támadt, s nem tudta volna megmagyarázni magának miért. Bámult a domokos kutya szemét, rőt sörényét, úgy találtam, nem rút ember. Hazáig vitték, gőgösen szállt ki a kocsiból, és körbe pillantott, ki látja. Domokos befelé figyelt. Az élmény, hogy önmagával foglalkozzék, ne a világgal, új volt, elég meglepő. Domokos fiatal óta mindig szerteszét figyelt, hogy tájékozódni tudjon az emberek között, s mert nem volt se lirikus, se hiú, nem nagyon érdekelte önmagát. Máskor lefényképezte volna a szemével a bárány hallját, az egyszerre izléses, ízléstelen garnitúrát, a vitrinekben elhelyezett helyi nevezetességeket, a cseréppipát, mézes kalácsot, cifra szövétneket, az aktatáskás búcsúzkodó agronómusokat, akik uti számlákat lengettek, és nagy koppanással csapták le ormótlan koloncú szobakulcsukat a portás pultjára, vagy az éttermet. Most nem. Pedig az étlapon sose hallott ételek neve állt. A kisváros specialitásai. Bécsi szeletet rendelt, nem válogatott, mint máskor. Ez most olyan fontos, mint az élet, gondolta domokos. El kell döntenem azonnal, mint ahogy a háború kitörésekor eldöntöttem, mit akarok tenni, és ahogy mindig előre megfogalmazom magamnak, hogy amit írok, miért írom meg ez most olyan, mint a szakadék. Csak hogy tudom, hogy az, és ha jól lépek, nem zuhanok belé. Azt hiszem, élni akarok. Nem tudom bizonyosan, de azt hiszem. Iza lassan nevett, étvágytalanul. Már összeszedte magát, valamivel színesebb volt arcán csendes szomorúság. Időnként felpillantott rá a tányérjáról. Oly intim volt ez a két egymás melletti teríték, különös módon intimebb, mint bármi Budapesten, együttléteik legbizalmasabb percei idején. Iza leszámolt azzal, ami ehhez a városhoz kötötte, és végre elintézte magában Antalt is. Domokos nem sejtette, mit jelentett számára ez a délelőtt csak azért érezte, valami űr van ott, ahol azelőtt merev és összefüggő felület volt, s ez az űr rávár, ha akarja, betöltheti. Iza lágy volt, csendes, hálás. Gyógyíts meg, mondta nyakának íve, hallgatása, nyugodt, fáradt mozdulatai bízom benned. Gyógyíts meg, nagyon fáj. Nagyon szerettem a mamát. Gyalog hazáig. Domokos a bárány előtt hagyta a kocsiját. Nem nézte a kirakatokat, a súlyos őszi égre pillantott néha, a templom méltóságos sárga tömbére. Iza olykor bólintott valakinek, domokos is meghajtotta a fejét. Sápat volt, feszült, boldogtalan. Iza már nyitotta a kaput, mikor az író azt mondta, mégsem egybe. Úgy érzi, le kell dőlnie egy kicsit. Ez a nap még az ő számára se volt könnyű. Majd itt, mondta Iza. Csak nem még vissza Dekkerhez emiatt. Van itt fekvőhely. Domokos azt felelte, szívesebben pihenne a klinikán. Iza elkapta róla a tekintetét. Iza ritkán tévedett, ha diagnosztizált. A tünetek feleltek neki, a rejtőző tünetek is, mert makacs volt, gondos és türelmes. Most tévedett, de nem tudta, hogy téved, mikor azt hiszi, hogy Domokos nem akar itt lepihenni. Menjek veled én is? kérdezte habozva. Félt, hogy azt mondja rá igen. Most írtozott volna fizikailag is közel lenni anyja szegény, zúzott testéhez. Domokos a fejét rázta. Izának is pihennie kell, ne éljen vissza az erejével. Majd ide szól telefonon, mikor és hol találkozzanak. A klinikán nagy a nyüzsgés, mára már elege lehet a beszédből, aludjék egy keveset. Iza ráhagyta, pedig azt érezte, hogy szeretné, ha nem hagyná egyedül. Félt elengedni maga mellől. Nem tudta volna indokolni, miért riasztja, hogy a férfi nem marad vele, de riasztotta. Domokos tudta, hogy könyörög, pedig nem szólt egy szót sem, csak állt összefont kézzel a kapuban, és esdekelt a szemével. Ha elvétem a lépést, lezuhanok, gondolta Domokos. Lezuhanok, mint az öreg asszony. Mikor kamasz voltam, az ágyam feletti polcra állítottam egy szobrot, amely az igazságot ábrázolta, s naponta kétszer imádkoztam előtte. Isten áldjon meg, szerencsétlen. Megcsókolta, hosszan, szomjasan, szánakozva. Iza érezte, milyen forró az arca, és a csókja is más volt, mint egyébkor, szomorú, majdnem kétségbe esett. Nem így szokta megcsókolni, és a tekintetese volt ilyen máskor, ilyen fényes és boldogtalan. Az angyal, aki ellendült az öregasszony mellől, mikor a balzsamárokban elűzte, egyetlen pillanatra ismét megjelent a régi hajlékban. Iza mögé állt, és azt csúkta a fülébe, ne engedje el domokost, fusson utána, sírjon, esdekeljen, kapaszkodjék belé. Ám Iza csak állt, hallgatott, s nézte, hogy tűnik el a férfi a budens közön át a szűk, csak nem összeboruló falak között, és nem hallotta, mit mond az angyal, mert arra az öreg asszonynak volt füle egyedül kulcsra zárta a kaput. Ha gica jönne, nem engedi be. Ha meg valaki csenget, kinéz az utcai ablak függönye mögül, s csak azt tereszti be, akit akar. Bent meleg volt és sötét. Még ebédelte, gica megrakta a tüzet, aztán eltűnt. Csend volt. Az az irreális csend, amelyben az ember azt az óra ketyegést is meghallja, amire még soha nem figyelt fel a régi óra szólt, a nagy hangú, a gonosz. Bement a belső szobába, magára zárta az ajtót. Tudta, hogy utoljára van itt, hogy ez a kurta idő a temetésig valóban az utolsó megpróbáltatás. A város eltűnik, elsüllyed az emlékek között, s most már csak ugyan nem téphetik fel a nyugalmát interurbán telefonok. Egyedül van. Tökéletesen egy maga, és csak magáért tartozik felelősséggel. Mikor doktor avatták, az volt ilyen furcsa, kétfelé húzó érzés. Valami elmúlt, visszahozhatatlanul, valami elkezdődik, valami felnőttebb, szigorúbb. A falak, amelyek őrizték fiatal lába léptét, és hallották nevetni és sírni, még egyszer utoljára tetőt tartottak fáradt feje fölött, kötelességszerűen, komolyan. Iza kimerült volt. Elcsigázottabb szorongásánál, névtelen félelménél is. Az ébren töltött éjszaka a jussát követelte. Ültében aludt el a kájha mellett. Antal alacsony, ták Antal így találta meg, alva. Azt hitte, elment, s felgyújtotta a villanyt, mikor meglátta, megállt mellette. A szoba rendetlen volt, mintha a rendszerető iza menekült volna valahonnan, s nem maradt volna ideje eltüntetni futása nyomait. Kabátja, kalapja, táskája szerteszét a bútorokon, mint aki nem mert még egyszer végigmenni a szobákon a gardróbig. Csak nézte. Az alvó arc a lány iza arca volt, a sápat agyon tanult lány izáé. Szelíd, szomorú és szenvedő. Vince szép homloka, szemöldökének íve, szemevágása, és az öregasszony kurta orra, gyermekes ajkai puha álla egyetlen keretben szerettelek gondolta Antal Úgy szerettelek ahogy nem tudok és nem is akarok szeretni többé kritikátlanul Mindig én voltam a tiéd és nem te az enyém akkor is távol tőle mikor a karomban voltál Éjjel néha szerettelek volna ferrázni álmodból, rád kiáltani, mondd meg a szót, amelytől megkapod önmagadat, amely megvált, és mondd meg az irányt is, amerre el kell indulnom, hogy megtalálhassalak. Mikor rájöttem, hogy egyszerűen csak önző vagy, s kinek-kinek annyit adsz magadból, amennyi nem zavar meg a munkádban, sírva fakadtam. Nem hallottad, de ha hallod is, azt képzeled álmodol, mert tiszteltél és szerettél engem, és azt gondoltad, egy férfi sose sír. Tudtam, hogy el kell mennem tőled, mielőtt rám ragad rólad iszonyatos fegyelmed, amelyel magadat óvod meg a munkád nyugalmát, és mielőtt annyira hozzád forrok, hogy megtanulok a szemeddel látni, és megértem én is, hogy doros víz és gyógyszálló, beton és üveg, valutáris lehetőség, és nem egy régi forrás igazolása, és nem valami iszonyú vágy, hogy jóvá tevődjék, amit jóvá kell tennie az időnek. Én nem tudtam veled élni. Mikor megláttalak, olyan voltál, mint egy csatába induló pici zsoldos. Ott álltál az apád mellett, akinél bőkezű koldus még nem volt ezen a földön. Azt gondoltam, olyan vagy te is. És ahogy a két együgyű tette melletted, úgy szórod szét te is magadat mindenkinek. Soha nem ismertem fukarabbat nálad, te bőkezű. És gyávábbat sem ismertem nálad, pedig fegyvert is hoztál az aktatáskádban az egyetemre, és azt mondtad a rendőrnek, aki megszólított – Mit bámul rám? Nem látott még egyetem is talányt? Kapitány szuszogott, sóhajtott egy mélyet, mintha ember volna. Bejött Antal után az ajtórésen. Antal rágyújtott, lesodorta a hamutartót, még a gyufáért nyúlt. Iza összerezzent, felnyitotta a szemét, azonnal éber volt, azonnal az eszén, tudta hol van. Kapitány elbújt az asztal alá. Kín már sötét volt. Rápillantott az órájára. Elmúlt hat. Felült, egyengedte a szoknyáját, kinyújtotta a kezét a cigaretta felé. Antal megkínálta. Miért ment el, domokos? kérdezte Antal. Rábámult, nem felett. Kerestem odakin. Nem láttam sem őt, sem a kocsiját. Dekker aztán mondta, hogy bekopogott hozzá megköszönni a szállást, és elbúcsúzott. Fél háromkor visszament Pestre. Lejön a temetésre megint? Még nem látta Iza megfeszülő arcát, s hirtelen nedvessé vált ajkát, nem tudta, mit közöl vele. De aztán csak nézett rá, mint az elátkozottra, akinek nem szabad szállást adnia, vagy egy ital vizet nyújtania senkinek. Bang! mondta az óra, amely sose tudta azt zengeni. Tik-tak! Bang! 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 Hallották mind a ketten, mint valami szerkezetbe zárt, mély hangú fenevadat. Bang! Iza ült egy darabig, nézte a füstöt, nagyokat, mélyeket lélegzett, mint aki óvja magát a rosszul léttől nem érti, gondolta Antal mérhetetlen szánalommal. Nem érti a boldogtalan. Odahajolt hozzá azzal a mozdulattal, amelyet Iza tegnap várt, magához húzta. Nem érintette meg évek óta már, sose nyúlt hozzá többé, amióta megmondta, hogy el fogja hagyni. Iza kitépte magát a kezéből, felállt, Arcába nézett, mint aki mondani akar valamit, aztán mégse szólt. Kezdte összekapkodni a holmiát. Kirohant a fürdőszobába, ahol a fregolin még mindig ott száratta gondosan kiteregetett sárga fürdőlepedő. Fogta a neszeszerét, belegyűrte a hálóholmiát. Kalapja, kabátja ott volt mellette, öltözködött szótlanul. Azt hiszem, meg kell köszönnöm a szíves látást, mondta Iza. A kongresszusnak vége, most már kapok szobát a bárányban. Nem várta meg, mit válaszol, vagy válaszol-e egyáltalán, indult kifelé. Nem nézett hátra, és nem nézett körül. A lakásban sötét volt, de nem ment neki semminek, ment, mintha vezetnék. Így mentek egyszer már, nyolc esztendővel ezelőtt, akkor is Iza elől és Antal hátul, Antal fütyült, kezében a bőröndök. Antal tudta, most mennek így utoljára. Harmadszóra már nem. Soha többé. Kapitány utánuk iramodott. Iza nem hajolt le hozzá, meg sem érintette. Az este a kert kockája fölött zárt volt, tömör és szigorú. Nem volt se hold, se csillagok. A kapubolt alatt égett a lámpa. Iza megállt, visszafordult. Várj egy kicsit, veszem a kabátomat, mondta Antal. Elkísérlek. Nem. Nem fogtak kezet. A kapu sem nyikorgott, akár a belső szoba ajtaja, puhán fordult meg a sarkán, puhán csúszott vissza a helyére. Antal megvárta, még az örökre ismerős léptek, elkopognak odakin, aztán rátolta a reteszt a kapufára. Kolman derékig látszott, mintha kettébe metszették volna, tejet töltött egy kék kannába, háta mögött mosolygó kenyerek. A kirakatban konzerv, a dobozok tetején mázos csupor, benne szalmavirág. A konzervek alján nyitott zsákocska, egy halom dió átment, megállt, ott várta szívszakadva, hogy megnyílik a közértajtó. Kolman megérzi, hogy itt van, kicsörtet, magához öleli, megsimogatja, és azt mondja neki, izukám. Úgy vágyott Kolman hagymaszagú, öreg kezének becézése után, morgó szavára. Ilyen jó kislány nincs a földön sehol. Kolman félteste hajlongott a pulton túl, idegen asszonyokkal beszélt, bajusza fény lett, kenyeret szelt, játszott a mérleggel. Elment a bolt elől. A sarkon üres volt az újságárus standja. Iza megállt. Ha elutazott, innen sose nézett vissza, idegesítette, hogy utána tekintenek, amíg csak el nem tűnik a Budensz közön, Féltette a két öreget, hogy megfáznak, vagy felizgatják magukat ácsorgás közben, de sose tudta leszoktatni őket arról, hogy kin ne álljanak, s ne integessenek utána kézzel, zsebkendővel. Ne nézzék őt, ameddig látszik valami belőle, vagy a taxiból, akárhogy is fújt a hó. Itt állt Vince. Fogta a sárkánytorkú csatornát akkor is, ha a sárkány torok zúdította a vizet. Esernyő és védelem nélkül meredve utána akármilyen sötétben, akár a vízfátyolon át, és itt állt az öreg asszony is, mindig kendőtlenül, mindig dacolva a széllel és a hóval, hogy láthassa soha meg nem forduló tarkóját vagy a kocsi a fényét. Most üres volt a kapu előtere, maga az utca is, szokatlanul, érthetetlenül üres. Antal utcai ablakaiban most gyulladt ki a villany. Felkapta a bőröngyét, útnak erett megint, mintha a fény jeladás lett volna, hogy ne leskelődjék idegenek házába. A templom templomkertet felásták, kerülgette a friss árkokat. Tegnap meg se figyelte, mennyi új fényreklám ékíti a fő utcát. A házak tetején futottak a villanybetűk, valami kávéskanna is villogott. Csorgott az orrán a kávé egy hasas bögre mélyébe. A bárány homlokán kénsárga neon bárány nézte a főteret, melső lábát felemelte, mint a kutya, ha figyel. A forgóajtó nehezen fordult. Nehezebben, mint délelőtt. Bent meleg volt, a légfűtés száraz melege. A portás fülkében egy fiatalember akkor tette le a telefont. Leeresztette a bőröngyét a csúnya mozaikra, szobát kért. Egy ágyos tetszik? kérdezte a fiatalember. Persze, hogy az. Domokosra gondolt, s összekoccant a foga. A golyostulla nem akart fogni, a portás adott neki egy másikat, hogy kiállíthassa a bejelentő lapját. Lassan gonddal rajzolta a betűket. Hideg volt a keze. Itt tetszett születni, mondta a portás valami hirtelen támadt rokon szemvel, amely minden pesti külsejű vendégnek kijutott, ha kiderült róla, hogy van valami köze a városhoz. A lift nem jár, elnézést kérünk. 116-os! A szoba fenn volt a harmadik emeleten. Sokáig ment a lépcsőn, ki is fulladt, amire felért. A szállóda csendes volt, szokatlanul néptelen, senkit sem látott a folyosók kis pihenőin. Sarokszobát kapott, erkélyel magára csukta az ajtót, körülnézett. Szabályos, személytelen szoba volt. A falon virágcsendélet, az ágy mellett rádió. Kinyitotta a francia ablakot, kilépett. Szél támadt, tépte lenn a gajakat, szétzilálta a haját is. Északi szél volt, pusztai szél. Állt a város felett, Nézte az eget, a tetőket. Anyám, mondta Iza magában, életében először. Anyám, apa. Fújt a szél, csattogtatta háta mögött a rosszul kitámasztott ajtót. A neon kancsóból csorgott a fénykávé. Most piros volt, tűzpiros. piros. A halottak nem feleltek. Az írónő késői utószava. Az üdv történet ismerete úgy hozzátartozott neveltetésemhez, mint mindkét ági családom mitológiája. Hogy ne lettem volna már gyermekként és tisztában azzal, mi miatt kell a világtörténelem előtt felelnie Judea hajdani prokurátorának, Pilátusnak. Hamar rájöttem, hasonló helyzet a leghétköznapi blédben is kialakulhat, és jaj annak, aki felismeri, de nem vállalja az igazságot. Értékelésem, indulata máig sem változott, míg ezt a regényt korrigáltam, szüntelen azt éreztem, ha ma írnám meg, nyilván nagyobb mesterségbeli tudással, érzékenyebb emberismerettel, de ugyanúgy elítélném Szőcs Izát, ahogy pályám első szakaszában tettem. Elmarasztalnám, mert bűnösnek érezném naív szeretet hiányában. A szó itt azt jelenti, alázatos és feltétel nélküli. Mert fürdővárost ugyan szerűt hozott létre, de rosszul diagnosztizálta saját szüleit. Egyszer se volt kíváncsi apja hajdani szülőhelyére, nem fogta fel, hogy a kapitány nevű nyúl nem csak egy házi állat, de az egész odalett múlt jelképe az utolsó tanú valamire, ami nem lehet többé, és nem vette észre, hogy a szülői szeretet valutája csak a gyermeki szeretet valutájával egyenlíthető, ami nem váltható át sem öregek otthonára, sem luxus körülmények közt biztosított magányélményre. Szeretetre csak szeretet felelhet. és ha nem teszi, a gyermek Karrierestül megbukott, mint ember. Az én Pilátusom is megbukik, mert rossz a pénznám, amivel fizetne. Mindennel ellátja az anyját, mégis gyilkosa lesz, mert fegyelmezett iparkodása már nem ismeri az egyszerű varázsszót, amivel az öregek élete meghosszabbítható, még a köteles hála is leróható szégyen és önmagunk feladása nélkül. Azt hiszem, azt akartam a könyvel üzenni, hogy eszmélyen fel, akire a történet ráillik, és valutát valutával egyenlítsen. Szőcsiza sikerre született, nem differenciált érzelmi életre. Az olvasó majd meglátja, mire jut vele. Ez volt az a könyvem, amelyre a legtöbb olvasói levelet kaptam. Írtak Szőcs Vincénék és Izák, és írtak szégyenkező, elkésett Pilátusok, akik a regényből tudták meg, hogy a szeretet otthon nem azonos, a személyemben érzékeltetett szeretettel. És kapitány, a házi nyúl lehet, hogy csak egy állat, de nem lébe való, mert tanulja valaminek, ami egy öreg öregasszony öregember életében éppen a közeli halálténye miatt nem ismétlődhet meg sohasem. Szőcs Iza, amikor már nincs kitől kérdezzen, az éjszakának szegezi a reménytelen üzenetet. Anyám, apa. A regény záró mondata ez. A halottak nem feleltek. A szűz baladáját végig kell hallgatni. Máskülönben megsértünk valamit, ami az örök végzés értelmében megsérthetetlen. És az író most mai eszével sem tud mást üzenni, mint amit könyve írásakor. Csak élőnek adható, visszafizethető, megköszönhető bármi, mert a temetők hallgatása egyértelmű és feloldhatatlan. A halottak nem felelnek.